mindenkit. Ezen a mai szép napon tudom, hogy most húsvét lesz és mindenki arra koncentrál, de ennek ellenére ezt ugye régebben szerveztük a mai napon, egy repülős kiállítást és az repülős dolgokkal kapcsolatos eladást szeretnénk rendezni, és erre gyűltünk most össze. Tisztelettel köszöntök mindenkit, és szeretném megnyitni ezt a kiállítást, amit a folyosón látható, és erre legérdemesebb dr. Fülöp Gyula, a Fejér-megyei Múzeum igazgatója, mögöttem is őnek átcsatlanom ezzel a szót. Köszönöm szépen. Hát, hogy is kezdjem el? Következőképpen kezdem. Egy hónapja nyávom lettem. Tisztelettel köszönöm. Ez nem jelent repülőst, ez azt jelenti, hogy a Magyar Népköztársaság és a köztársaság kötelezőiből elbocsátottak, tehát ejtőernyős lettem, és megérkeztem a földre, ahol azelőtt is voltam. Komolyabban fordítva a szót, azért jöttünk itt össze, hogy egy hosszú-hosszú évek munkáját nyíltassuk egy picikét, és a sajátos stílusomban fogom megnyitni a kiállítást, amely mindannyiunkhoz szól, akik a Földön és a levegőben vannak, voltak vagy lesznek. A kiállítás létrejöttét mindjárt az elején szeretném megköszönni. A Tisztelet a Levegő Hőseinek Alapítvány kuratóriumának, az Albatrosz Repülőegyesület csapatainak, Repülők és Ejtőernyősök Fejér-megyei Egyesületének, a Honvéd Tisztiklub Igazgatóságának, amely nélkül nem jött volna létre ez a kiállítás. Köszönet mindannyiuknak. A múzeumnak ebben annyi szerepe van, hogy annak idején, amikor elkallódott volna az anyag, a lényeg, akkor tudtunk egy helyet biztosítani. Ez most már nekünk is szükséges, de a barátainkkal együtt működve meg fogjuk oldani, hogy a repülők ne repüljenek, hanem áttelepüljenek egy másik helyre, méltó lesz hozzájuk, a Burgundy leendő repülőtérre, és addig is, amíg az be nem következik, addig Fehérváron olyan helyet találjuk, ahol nem dobozba és fiókokba zárva lesz az anyag eltárolva, ezt jó magyarsággal mondta meg, elnézést kérek, hanem láthatja ezen túl is majd mindenki. Köszöntöm Perc Ferenc urat, a kolibri típusú ultrapönnyű, ez nekem nagyon tetszett, repülőgép, amely Fehérváron készült, tervezőjét, egyben kivitelezőjét, vagyis hogy megálmodóját és megalkotóját. Nem mutatom, de ismeri mindenki. Kortársa vagyok Perc úrnak, az újakkor Magyar Dédalországnak, Ikaruszának. Gyermekkoromban, amikor már elég korán olvasni tudtam, nagy izgalommal forgattam a görög-római gyönyörűt. Korábban, már mint a mostani koromhoz képest korábban, falusi gyerek lévén eszembe nem jutott volna a madarakkal együtt szárnyalni. Csodáltam a szárnycsapásaikat, kiterjesztett szárnyú siklásaikat, a ragadozó madarak nemzetes zuhanó repülését, sárkányt teregettünk. Utána felvettük a sárkányt a hátunkra, leugrottunk. Úgy jártunk, mint a régi jó görögök. Erről persze nem szólnak majd mondák és legendák, de a gipszelő lövérkék, meg az anyai nyaklevesekre, ma is jó szívvel emlékezünk. Mindenki próbálkozott életeken át, a jó itáliai Leonardo da Vinci már majdnem ott tartott, hogy rajzban fennmaradt helikoptere repül is, tudjék. Előtte és közben sokan fedezték fel a spanyol vírust. Végtére és a világon első ízben a Wright testvérek alkotása lett az, amely önerőből képes volt elrugaszkodni a földről, a levegővel emelkedett, majd kis idő múlva képes volt képességben leszállni. 1903. decemberében Orville szállt fel először, a gépet visszavitték a starthelyre. 11 óra 20 perckor Wilbur mászott fel a szárnyra, óriási időt, világrekordot állított fel. Természetesen elsőként. 12 másodperc, 53 méter. El tudom képzelni a fenséges élményt, amelyet közben átélhetett. Körülbelül 1 másodperc alatt 5 métert repült.
az körülbelül annyi, mint ide a másik fal. Egy másodperc, most kezdődik. Van, van, és mindent lát neki. Hát persze nem olyan magas. A gép csodával határos módon nem sérült, meg ismét felszállhatott. 11 óra 40 perckor ismét orbit következett, újabb világcsúcs. 15 másodperc, 61 méter. Még nagyobb élmény. 12-kor a gép még mindig gép volt. Ismét billúr következett a világban, az első. Immár bátor. A géppel átlag 4 méter magasan, hát én 2-30 vagyok így, 4 méter magasan repült, és ezzel a magassággal 59 másodperc, vagyis egy 1 perc alatt 260 méter repült. Fantasztikus ember. Igaz, hogy ez alkalommal a magassági formák szerkezete eltörött, de meg volt, hogy repült. Meg volt az első repülés. A White Flyer nyugdíjba vonult, mármint a gép, hogy aztán kövessék utódai, mind a mai napig. A sok közül egy szemtanú reakcióját idézem, persze az újságból vettem ki én is. Johnny Moore nevezeti ember, aki a repüléstől körülbelül 4 mérföldre lakott, és a távolról látta a kísérletet, a kisváros utcáin rohangálva egyre kiabálta. Megcsinálták, megcsinálták, megcsinálták. Szerintem, már én szerintem, ez a Johnny Moore nevű ember sem lehetett, amire éppen. Minden felfedezés, amely történt Bajnár korban is, azonnal felkeltette a hadsereg érdeklődését. Kezdjük mondjuk az ősi ökölkővel, amellyel az elejtendő állatokra céloztak. Tovább fejlesztett változata lett a palikja, amelynek segítségével távolabb lehetett célozni. Ebből lettek aztán a katapultok, amelyek már városfalakat döngethettek leangasztva, azokat a gyalogos, rohamra készülő csapatok számára. Aztán később a puska, akkor véletlenül is ezt Bernát atya, aztán jött a puska, aztán az ágyú, aztán az ágyúknál ágyú például a kövérverte, azt hiszem mindenki tudja, hogy miről van szó, és aztán jött a repülő. Itt tudottam egy sokat a történetben nyilvánvalóan. A repülés békés célokra készült. De hamaros kiderült, hogy nem kell annyi kém, ha felülről is megnézhetem az ellenséget, ráadásul távolról közelítve felé, aztán jönnek a pilóták, akik bedobálják a kézigránátot, aztán jött Hamburg, Dresda, London, Hiroshima, Nagasaki. Milyen öröm lenne, ha vagabond pilótáink a polgári repülőgépeken nyugtatnák meg az utasokat, esetleg több balesetmentes felvetés leszállásra fűszerezve a fel, a bravúr maradjon a régi bemutatókra, és ott is inkább a föltött távolat, legyen elég a nyugta leszállás. És leszállítom a fülöttől. Tiszteltel! Köszönjük szépen ezt a bemutatót, illetve ezt a rövid történetet és fűszereket dolgokat. Akkor szépen sétáljuk itt végig a folyosón, közben meg lehet tekinteni a kiállítást, és akkor a legvégén, a folyosó legvégén, ahol nyitva van az ajtó, ott fogjuk bent tartani a felületet. Thank you.
Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves közönség, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület elnöke és csapatai nevében. Abból az alkalomból, hogy csodálatos módon végigéltük azt a 70, közel 70, most 60 esztendőt, amikor is 1944 azonos napjaiba ilyenkor szerveződött a Magyar Királyi Légierő Puma ezrede 3 századával a keleti frontról hazakerült, elavult gépek leváltása után zömmel Messerschmitt 109-es gépekre történő átszervezés után Hepes Aladár akkori őrnagy vezetésével 3 századdal a drótkefe, a retek és a zongora századok szervezésével fölállt a magyar haza védelmére először összpontosított nagy hatóerejű vadászezred. Ennek az ezrednek a háború során 380 légi győzelme, de 87 pilóta vesztesége volt. Mondhatom tehát, hogy most rendkívüli jubileumi beszélgetésre és találkozóra jöttünk itt össze. Nagy öröm szívemben, hogy 3 korosztályt üdvözölhetek itt. Abból az időből a harcosokat, név szerint be fogok mutatni néhányat közülük, a jelenlegi ifjú Puma ezred tisztelt képviselőjét, és az ifjakat, az Albatrosz Repülőegyesület fiataljait, akiknek a vállán remélhetőleg nem utolsó sorban a jövőnk áll. Engedjék meg, hogy bemutassam vendégeinket. Elsősorban is az előadás, az est előadóját, dr. Szabó József nyugállományú vezérőrnagy úr, a hadtudományok doktora. Előadásának címe lesz Pumáktól a Gripenekig. Egy mondat erejéig engedjenek meg valamit. Mindenre éhes a fülünk, és mindenre odafigyelünk. Vezérőrnagy úr első háború utáni pilótája volt a magyar légierőnek, aki a háború utáni első eresztésből való pilóta. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Vitéz Szentgyörgyi Dezső vadászrepülő ezred Puma századának parancsnokát, Hegedűs Ernő alezredes urat, aranykoszorús oktatópilóta. Nem véletlen, hogy megártam egy pillanatra, elnézést. Bejelentettük, újságba is hirdettük, vendégünk lesz Mihna György, 7 légigyőzelmes magyar vadászpilóta. Nagy sajnálattal kell bejelentenem, hogy fia közlekedési balesetet áldozata lett az elmúlt rövid idő alatt. Olyan lelki állapotban van, hogy nem tudta vállalni a szereplést. Az az érzésem, nem tehetünk más, mint nagy együttérzéssel gondolni rá ebben a pillanatban. Majd erre még visszatérek. Bemutatom Frankó Endre barátomat, a régi Puma ezred olyan képviselőjét, akit nagy örömmel üdvözölhetünk itt soraink között. Róla hadd mondjak annyit, hogy olyan pilóta családból származik, ahol 3 fiú választotta ezt a csodálatos élményekkel teli szakmát. László bátyja 1944-be, 44 őszén novemberébe szinte első bevetése alkalmával hősi halált halt, mai napig nem tudják, hogy hol, egyszerűen eltűnt. Ő maga
képezi tehát azt a bizonyos közép, illetve régi korosztályt, és akkor itt hadd említsem meg egyidejűleg, hogy a legutolsó kotloai eresztésből valók vagyunk itt most pillanatnyilag ketten, éppen Endre barátomnak az öccse. Hadd mutassak rá, és kérjem meg, hogy álljon fel egy pillanatra Tibor barátom, az öccse, akivel mi képeztük 1944-be azt a reményteljes utánpótlást, amelyiknek sajnos a sorsa másként alakult. És akkor most engedjék meg, hogy egy picikét ismételten erőt tudjak venni magamon, mert nem mindennapi bejelentést következik. 1944 nyarán Algyőre kaptam az akkori Nemzeti Repülőalaphoz alapkiképzésre behívómat. Ott találkoztam egy csodálatos emberrel, aki ma 86 éves és itt lehet közöttünk, aki képzett vadászpilóta és Tobak Tibor bátyánk mellett és évfolyamtársaként vadászkiképzést kapott, de más feladatokkal bízták meg. Nem légi harcokba jeleskedett, hanem mi két balkezes növendékek gyakoroltattuk vele a halálfélelmet éveken keresztül. Takács Pali bátyám, aki bizalmába fogadott 60 évvel ezelőtt, és máig tartó repülőbarátság van közöttünk. Végül, de nem utolsó sorban szeretném bemutatni az est házigazdáját, Kis Tibor, az Albatrosz Repülőegyes Etel elnöke, akit együlejűleg arra kérek, hogy repülő lovagiasságunk jeléül adja át ezt a kis csokrot Hegedűs Alezredes úr kedves megjelent feleségének. Tisztem szerint most felkérem vezérőrnagy urat előadásának a megtartására. Elnézést, még egy kötelezettségem van, be kell kapcsolnom valamit. Nem olyan egyszerű ma az élet. Így talán most már nyugodtan el is mehetek a mikrofontól, akkor is hallanak önök engem. Az első szó a köszöneté. Köszönöm szépen, hogy ide Székesfehérvárra önök meghívtak ma. Nagy örömmel jöttem. Hétfőn Szolnokon voltam, ma itt vagyok, jövő héten ismét máshol. Szinte minden hétre jut egy-egy ilyen találkozó, és én ennek nagyon-nagyon örülök. Nagyon örülök, megmondom azt is, hogy miért. Az ilyen előadások is segítenek bennünket abban, hogy magunk után nyomot hagyjunk. Hogy azokról az időszakokról, amelyekben mi próbáltunk helytállni, mi konkrétan a repülés terén, azokról az időkről maradjon emlék az utókor számára. Meg kell mondanom, hogy az elmúlt 10 év alatt jó néhányszor olyan kellemetlen meglepetésben volt részem, amikor egy-egy területen beszélgetés közben rá kellett jönnöm, hogy sokan azt hiszik, hogy a történelem ővelük kezdődött, amikor őket beosztásba helyezték. Ez nem így van. A történelem már nagyon régi, a magyar történelem is több ezer éves, de itt a Kárpát-medencében is már több mint 1100 éves. És a mi repülőtörténetünk is tulajdonképpen a század eleje óta, az elmúlt század eleje óta tart, és nem szabad megengedni azt, hogy valaki azt higgye, hogy mindössze 10-15 éves.
Nos, ezért is örülök az ilyen találkozóknak, mert ilyenkor azért mégis egy kicsit elbeszélgethetünk az elmúlt időszakról, az elmúlt évtizedekről, és akkor a hallgatóságban is örömmel veszem tudomásul, hogy hölgyek és fiatalok is vannak közöttünk, mert az idősek ezt tudják, anélkül, hogy mondanánk, de hogy ők is megismerjék múltunkat, megismerjék repülőtörténelmünket, mert higgyék el, szép és gazdag ez a repülés történelem. Hát én tulajdonképpen arra kaptam felkérést, és kérném szépen, ha lehet a technikát kapcsoljuk be. Én arra kaptam felkérést, hogy a Pumáktól lényegében a Gripenekig tartsak egy előadást, mi is történt e két megnevezés között, e két név között. Menjünk az elsőre, jó, mindjárt. Nagyon kevés az időm, ezért elnézésüket kérem, néha lehet, hogy egy kicsit csapongó leszek. Lehet, hogy egy kicsit felgyorsítjuk majd a képváltást. Én azt hiszem, hogy előre szaladtunk, menjünk egy kicsit vissza. Azt hiszem, kettőt szaladtunk, vagy hármat. Nem sikerül? Na mindegy, akkor maradjunk itt. Most már ne csináljunk ebből problémát. Szeretném elmondani, hogy a magyar repülésnek vannak olyan emlékei, amelyek 1900-as évek első évtizedére datálódnak, és például Barta és Magyar nevű magyar mérnökök 1909-ben már Bécsben szabadalmat kaptak egy helikopter tervre. És nyilvánvaló, és érdekessége ennek a helikopter tervnek, hogy minden olyan mechanizmus megvan rajta, amely egy mai korszerű helikoptert is jellemez. Még azt is figyelembe vették, hogy a rotorszárny egyik oldalon szembe megy az áramlással, a másikkal pedig együtt halad az áramlással. A kettő közötti különbséget is figyelembe vették. Tehát egy olyan helikopter tervet tettek le az asztalra, és szabadalmaztattak 1909-es dátummal, amely helikopter mindenben megfelel egy mai korszerű helikopterrel szembe támasztott követelménynek. A magyar katonai repülésben az első tábori pilóta 1911-ben Székely Mihály volt, aki a haderő vezetésének felkérésére egy gyakorlaton felderítő repüléseket végzett, és nagyszerű eredményt ért el, nagyszerűen tájékoztatta a hadvezetést az ellenség, idézőjelben ellenség hadmozdulatairól, és ezért ő megkapta az egyes számú tábori pilóta jelvényt és okmányt. A második számot egy hónappal később, vagy másfél hónappal később Petróci István százados, aki ekkor már a Wiener Neustadt, vagy bécsújhelyi iskola parancsnok kiképző helyettese volt, és ő így a második számú tábori pilótája lett. Első magyar katonai repülő volt, de a második számú tábori pilóta jelvényt és igazolványt kapta ő. Ezt gyakran keverik, azért hangsúlyoztam itt a dolgot. Több helyen jelent már úgy meg, hogy Petróci István az első számú tábori pilóta, nem. Ő az első katonai, magyar katonai repülő, a kettes számú pilóta jelvény tulajdonosa. A továbbiakban a háború alatt rengeteg magyar pilóta és megfigyelő szolgált a K&K haderő légjáró csapatainál. Összességében körülbelül 1000-1100-ra tehető azoknak a magyar repülőknek a száma, akik ebben a feladatban annak idején részt vettek, és rendkívül jó, jeles eredményeket értek el. Néhány évvel ezelőtt a magyar szárnyakban megjelent a Pál utcai fiúk szerzőjétől egy kis cikk, és e cikkben beszámol arról, hogy az egyszerű falusi gyerekek,
a repülőtéren, a harci repülőtéren, hadműveleti repülőtéren, hogyan sajátították el a repülőgépek kezelését, és egy nagyon érdekes tudósítást ad tulajdonképpen arról az életről, amely a repülők életének, amelyet a repülők életének nevezhetünk. Nos, az első világháborút követően tudjuk nagyon jól, hogy mi történt Trianon, jogfosztottság, megsemmisítették a teljes magyar légierőt, minden gépét összezúztak, minden motort szétvagdostak, és lényegében teljesen nulláról kellett kezdeni a repülést. Megalakult a titkos légierő, a titkos légierőben szervezett kiképzés folyt, és nem véletlenek a későbbi eredmények, mert ennek a nagyszerű képzési rendszernek, amely itt Magyarországon kialakult, 38-ról pedig a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alapnál kialakult, ez a repülő kiképzés tulajdonképpen ez alapozta meg azokat az eredményeket, amelyekről majd a későbbiek során szó lesz. 1938-ban a Bledi Egyezményt követően a légierő most már nyílt légierővé válhatott, és lényegében megkezdődhetett a légierő építése. Hári Tata az első légierő parancsnok, akit csak így, mindenki csak Tatának nevezett abban az időben, szerették nagyon Hári László ezredest, majd később címzetes vezérőrnagy volt, de már polgári beosztásban. Szerették nagyon, nagyon közkedvelt ember volt, mert közvetlen, kedves, figyelmes, de követelménytámasztó parancsnok. Nos, talán annak volt köszönhető az ő leváltása, hogy sokan voltak ellene. A légierőt, megmondom őszintén, ez később Heppes Aladár többször elismétli, nem szerették. Soha. A légierő mindig sokba került. Ezért a politikusok nem szívesen beszéltek a légierőről, nem szívesen áldoztak a légierőre, és egyáltalán nem szívesen vették azt tudomásul, hogy légierő is van a világon. Így van ez napjainkban is. Azt hiszem, ezt is érzékelik sokan. Nos, ennek ellenére a kassai támadás után, amely még mai napig is kissé kérdőjeles, beléptünk a háborúba, kivonultak csapataink a keleti frontra, hadműveleti területre, repülők is mentek vele, de meg kell azt is mondani, hogy zömében olasz, illetve már bizonyos mértékig elavult német repülőtechnikával vonult ki a magyar légierő, és ez bizony nem volt hogy kedvező előfeltétel a sikerhez, ennek ellenére rendkívül sikeres voltak a tevékenységük. Ennek ellenére. Aztán 1942 végén már le kellett váltani a gépeket, le kellett váltani az alakulatokat is, aztán kiment a második magyar hadsereg a frontra, ehhez az első repülőcsoport, majd később dandárnak nevezték. És 1943 április 30-áig volt a második magyar hadsereg a fronton, ekkor váltották le tulajdonképpen, és a helyét a magyar királyi honvéd megszálló erők parancsnoksága foglalta el. A repülőerők maradtak, ugyanis ebben az időben a németeknek nagy szükségük volt már a repülő támogatásra, és ragaszkodtak ahhoz, hogy a magyar repülők amennyit csak tudnak, tehát a magyar hadvezetés amennyi repülőt csak tud, csoportosítson ki, illetve vigyen ki a frontra. A Kurszki csata nem járt sikerrel német szempontból, 44-ben a harcok már többek között Magyarországon folytatódtak, és 1944-ben létrejött a Puma osztály, majd később a Puma ezred. Heppes Aladár parancsnokság alatt jött létre a Puma osztály 1944. május 1-ével, majd a kérem következő, majd a későbbiek során pedig létrejött a Puma ezred. 1944-ben a nagyobb amerikai megindultak az amerikai támadások Magyarország ellen. A nagyobb támadások idején bevetett repülőgép mennyiséget itt ábrázolom Heppes Aladár emlékiratai alapján.
Nos, 1944. április 3-án 400 bombázó és 150 vadász támadta a magyarországi célpontokat, illetve repült Magyarország fölé. Mindössze 12 repülőgép emelkedett ellene a levegőbe. Április 13-án 535 és 200 vadász, 30 gép próbálta elhárítani a támadást. Nyilvánvaló, hogy elhárítani nem lehetett, de majd a végén látjuk, hogy helytálltak vadászaink, ebben a lehetetlen helyzetben is helytálltak. A következő május 24-én 620 bombázó és 250 vadász, majd 30-án 500 bombázó és 200 vadász. Itt jobbra vannak azok az erők, amelyeket a magyar légierő tudott bevetni ellenük. Június 2-án 130 bombázó, 32 gépet emeltek ellenük. Június 14-én 560 bombázó, 250 vadász, 30 gépet tudtak emelni. Június 16-án 638 bombázó és 290 vadász, mindössze 28 gépet tudtak ellenek bevetni. Tehát állandóan 6-8-10-szeres volt a légi fölény a támadó csapat, illetve amerikai erők javára. Következő oldalt kérem. Június 26-án 677, 331, utána 450, 712 és 300 vadász, tehát több mint 1000 gép jelent meg Magyarország fölött július 2-án, és mindenhol csak töredékét tudták ennek a mennyiségnek levegőbe emelni, azért, hogy védjék az ország légterét. Nos, nyilvánvaló, hogy az amerikai légierő végrehajtotta a feladatát, de azért nem érdemtelen felolvasni, ami még itt utána van. A feltüntetett és többi bevetés alatt összesen, tehát itt csak egy részét, a legmarkánsabbakat választottam ki, de a feltüntetett és a többi bevetés alatt összesen 9560 bombázó gép támadta Magyarországot 1944-ben. Ezen kívül 4000 vadászgép kísérte összesen őket, és ennek mindössze ennek ellentételezéseként, hogy úgy mondjam, mindössze a magyar légierő összesen 600 gép, két gépet tudott levegőbe emelni. Nos, ennek ellenére 58 bombázót, 52 vadászt, összesen tehát 110 darab repülőgépet megsemmisítettek. Ez nem akármilyen eredmény. Ha összehasonlítjuk más frontokon, más időszakban, más tevékenységekkel, más frontokon végzett tevékenységekkel, kiváló ez az eredmény. Igaz, hogy saját hősi halott 20 fő volt. És itt nem szívesen mondom, mert ez tényleg egyetlen halott is sok. Egyetlen hősi halott is sok. Itt 20 hősi halott volt. De ha arányba állítjuk más frontokon, más helyzetben lévő, hasonló helyzetben lévő területekkel, akkor ez is jóval kedvezőbb, mint sok más területen. Összesen az ezrednél általában összesen 84 magyar és 48 német vadász volt Magyarország területén ebben az időben. Ha mindent összeadunk, akkor is elenyészően kicsi, egy-egy alkalommal 600-800 vagy akár 1000 ellenséges repülőgép támadása ellen. Menjünk tovább, és itt még szeretném bemutatni, hogy a repülőgép gyártásban is fokozatosan felvettük a fordulatot. Magyarországon elkezdték a legkorszerűbb német repülőgépek gyártását, és itt csupán csak megemlíteném, hogy 1944. november 4-én a 101/1-es vadászosztály 8, a 101/2-es 8 gépet kapott, a 101/2-es nem kapott semmit, 6-án 5, illetve 7 gép került az alakulatokhoz, a továbbiakban 11-én 9, ebből 5-öt visszaírtak, tehát csak lényegében csak 4 repülőgép jutott, a második osztálynak egy sem, és ez egyúttal azt is bizonyítja, hogy bizony jelentősek voltak a veszteségek, mert
A fentieken túlmenően még a hónap folyamán utáspótlásként mintegy 28 darab repülőgép érkezett a két osztályhoz. Ez természetesen azzal van kapcsolatban, hogy körülbelül ugyanennyi repülőgép megsérült, megsemmisült, vagy hadi használhatatlanná vált, tehát nem lehetett bevetni. Nos, itt természetesen a 20 hősi halott kérdése vetődik föl. Nyilvánvaló, hogy nem minden megsemmisült repülőgép vitte magával a repülőgépvezetőt is. Nagyon sokszor sikerült kiugrani sérüléssel, súlyosabb, kevésbé súlyos sérüléssel, vagy akár sérülés nélkül megúszni a kiugrást a repülőgépből. De volt olyan is, hogy sérült a gép, lövés érte, leszállásnál összetörött, és számos más egyéb módja volt annak, hogy egy-egy gép hadi használhatatlanná váljon, és ezért bizony szükség volt a repülőgépekre. Menjünk tovább. 1945-ben Gál Gyula Ausztráliában élő barátom anyaga alapján néhány adatot szeretnék, csak többre nem is igen van időm, de néhány adatot szeretnék azért bemutatni. A 62-es ezred parancsban elismerve 91 légigyőzelem. Ez tulajdonképpen 45. január 16 és április 17 között történt mindez, amit itt most elmondok. Tehát a 62-es ezred parancsban elismerve 91 légigyőzelem, a 67-esben 7 légigyőzelem, és a 75-ös ezred parancsban 5 légigyőzelem. Bevetési naplóban tanúval igazolva még további 5 légigyőzelem, lelövési listán tanúval és tanú nélkül, tanúval 4, tanú nélkül 10 légigyőzelem, és tanúk nélkül további 12 légigyőzelem, amelyet jelentettek a repülőgépvezetők. Most nyilván ebben az időben már nem mindig volt lehetőség arra, hogy a jelentéseket ellenőrizzék, szabályosan végigvigyék azokat azt a procedúrát, amely ilyenkor elő volt írva, mert nehogy azt higgye bárki is, hogy olyan könnyen valaki azt mondta, hogy kérem, én légigyőzelmet arattam, és beírták neki. Nem. Ezt vagy tanúval, vagy tanúkkal kellett igazolni, vagy pedig konkrétan meg kellett mutatni, hogy íme hol is történt a lezuhanás. Nos, tehát ebben az időszakban 134 légigyőzelemről van szó, és ez alatt az idő alatt 12 fő halt hősi halál, 13 eltűnt, egy balesetet szenvedett. Ez volt egyébként viszonylag a legeredményesebb időszak, de ahogyan Heppes Aladár is az előző táblázatban elmondott számadatok alapján azt mondja, ez egy teljes repülőosztály személyi állománya, amely elveszett 1944-ben. Nos, tehát itt tulajdonképpen a 12 hősi halált halt és a 13 eltűnt más viszonyok között jóval nagyobb számok lehettek és voltak is. Hát röviden ennyit a pumák tevékenységét. Tekintettel arra, hogy az idő számomra, melyet megszabtak, nagyon rövid, és még nagyon-nagyon sok mindent szeretnék elmondani, menjünk tovább. Itt most egy kicsit majd gyorsan megyünk, mert személyesnek látszó dolgok kerülnek előtérbe. 45 után 1947. november 1-ével kezdődött meg tulajdonképpen az új haderő építése. 1947. nyarán kinevezték Révai Kálmán vezérőrnagyot, akkor még ezredes, később röviddel ezután vezérőrnagy, a Honvéd Kossuth Akadémia parancsnokává. A Honvéd Kossuth Akadémia parancsnokának egyik beosztottja Pálos Géza őrnagy volt, a II. Világháborús bombázó és felderítő repülő, pilóta, aki egyébként Ilovszkoje védelmének egyik szervezője volt. Ő volt a vezérkari tisztje Heppes Aladárnak, amikor ő átvette itt a parancsnokságot, és Pálos Géza, aki néhány éve hunyt el, és nekem rendkívül jó barátom volt egész élete végéig, nagyon szerettem Pálos Géza bátyámat, mert egy végtelen egyenes becsületű kiváló repülő szakember volt, akitől én az aerodinamikát tanultam 1947-től. És akkor menjünk a következő oldalra. Hát ott 47-ben bevonulásom előtt
romeltakarítást végeztem, a gimnáziumot befejezve nyáron Budapesten dolgoztam a romeltakarítóknál, itt meg én vagyok, mint Kossuth akadémikus, úgyse ismerne rám senki. Ráfoghatom, hogy én vagyok. Menjünk a következőre. Ez egy nevezetes dátum, 1948. április eleje, azt hiszem 7-e vagy 8-a, már nem emlékszem pontosan. Mi történt ugyanis? Mátyásföldön elemelkedett az első repülőgép, katonai repülőgép a II. Világháború után. Balra, pilóta sapkában, Haubéban Gyenes alezredes, a repülőtér parancsnoka, Gyenes János, aki századosként és századparancsnokként tevékenykedett még a II. Világháború alatt. Egyébként majd látni fogjuk, ő engedett ki engem is egyedül. És itt háttal Pálos Géza, balra Gyenes János mellett ott van Kovács Paja, Kovács Pali Pál, itt még főhadnagy, aztán századosként szolgálta a Kossuth Akadémián. Nagyon jó barátom volt, civilben mérnökként is nagyon gyakran találkoztunk, nagyon jó barátságban voltunk vele. Itt beszélik meg az első repülés élményei Gyenes Jánossal, majd ezt követően ők is beöltöztek, és egy-egy repülést végrehajtottak, Pálos Géza is és Kovács Pál is. Menjünk tovább. Hát itt Gyenes János kiszállt a Bükker első üléséből, és azt mondta Szabó Jóskának, hogy na fiam, mehetsz. Megfeleltél a követelményeknek, csináljál egy kört egyedül. És itt repültem ki, 1948. július 28-án, elsőként a II. Világháború után. Ez az első elsőségem, ne haragudjanak, ha majd még néhányat említek, nem azért, hogy dicsekedjek, de egy kicsit büszke vagyok rá. Menjünk tovább. Itt jelentem egyébként Gyenes Jánosnak és Pálos Gézának, hogy a feladatot végrehajtottam, mehetünk tovább. Itt most egy kicsit fölpörgetjük. Itt avattak tiszté, jobb oldalon itt állok én, mellettem Gyulavári Gyula, mellette Bence Károly, a későbbi hadosztály, bombázó hadosztály parancsnoka. A többiek azok más fegyvernemhez tartoztak, de már megmondom őszintén, a nevükre sem emlékszem, hiszen 55 éve elmúlt, hogy ez történt. Sajnos az idő csak egy irányba halad. Menjünk tovább. Nos, az ifjú avatott új pilóták, hogy úgy mondjam, az első díszszemlén természetesen nem a levegőben, hanem a földön díszelektek. Itt van a repülő zászlóai első százada, és az első századának első szakaszparancsnoka megint csak Szabó József alhadnagy, immár avatás után, május 1-én, mellettem Fődi István, ott pedig Szinkota István, aki sajnos 2 év múlva repülő katasztrófa áldozata lett. Mehetünk tovább. Most egy kicsit visszaugrunk, mert az előbbi az 1949 volt, ez pedig 1948. 48-ban nyáron volt egy gyakorlat, amelyen mi még a repülőgép szárny végén szaladgáltunk, és kísértük az oktatóinkat tulajdonképpen, akik harcfeladatra jártak. Majd miután befejeződött a gyakorlat, és tértek haza a repülőgépek, Tóth Zoltán és Labnyai László repülőgépe motorhiba miatt kényszer leszállt, és így összetörött, menjünk tovább, és a Sármellékről jöttek ki a szovjetektől orvosok, egy orvos és egy ápoló, akik utána elsősegélybe részesítették őket. Az előbb, most már több mint egy órája, amikor megjöttem, most már nem emlékszem ki, de valaki kérdezte, hogy a csizmám megvan-e. Nos, ehhez tudni kell azt, hogy amikor a szuperszonikus repülőgépek bejöttek, és itt van a második elsőség, én voltam az első olyan magyar pilóta, aki MiG-21-essel elemelkedtem a földtől. Nos, mikor itthon elkezdtük az átképzést, volt egy-két olyan probléma, hogy egy-két olyan katapultálás a későbbiek során, amikor a katapultálás után az illető repülőgépvezetőt mezítláb szedtük föl. Elment a cipője is. A katapultálásnál elvesztette a cipőjét, és ez végzetes lábfagyást vagy egyéb dolgot okozhat, ez nagy magasságban történik, ahol mínusz 56 fok is előfordul, sőt, illetve télen hóban a pipi, nem emlékszem, ne haragudjanak már a nevére, csak a Bece nevére, emlékszem, amikor kimentem a katapultálás után érte, akkor a pipi gyalog jött a mezitlábba, illetve zokniban a hóban, és akkor én elhatároztam, hogy amíg nem jön meg a biztonságos cipő, ez a hosszú szárú és fűzős cipő, amelyet a szuperszonikus gépeknél használni kell,
addig csizmába fogunk repülni. Nos, mivel senki nem szerette a csizmát, nekem meg olyan csizmám volt, hogy így szedtem le, meg így húztam föl fél másodperc alatt, ezért szívesen hordtam a csizmát. Itt látható, nem lehet ugye látni, de higgyék el, csizmába vagyok. Nos, azt mondták, amikor 1962-ben a díszelgő ezred parancsnoka voltam, és kijelöltem a díszelgő egységet, többen mondták, hogy ők nem akarnak jönni, mert a Szabó Jóska biztos csizmába fogja vezetni a díszszemlét. Nos, ennek ellenére eljöttek, és eseménymentesen végrehajtottuk az egészet. Menjünk tovább, mert itt most már végigfutunk a dolgokon. Tehát 61. február és májusban volt a Krasznodárban, és ekkor egy érdekes dátum, számomra legalábbis, mert meghatározta a jelenemet. Ugyanis 1961-ben, április 12-én repüléshez készültünk Krasznodárban, akkor lett volna az első egyedüli kirepülés. És akkor leállították a repülést. Már éppen ültünk be a gépekbe, amikor leállították a repülést, nem tudtuk, hogy miről van szó, majd 11 óra után kaptuk a hírt, hogy Gagarin körbe repülte a Földet. És mivel a leszállósában volt a repülőterünk, természetesen minden biztonsági rendszabályt figyelembe véve leállították a repülésünket. És akkor bennem fölvedődött a gondolat. Netán a repülésnek az űrrepülés a következő lépése? A folytatása? És így lett. De akkor én elkezdtem az ezzel kapcsolatos irodalmat gyűjteni, és előjáróim is tudták, hogy én ezzel a kérdéssel foglalkozom. És amikor 1976-ban a Szovjetunióból érkezett a felkérés, hogy egy delegáció utazzon ki Moszkvába az Interkozmosz tanács értekezletére, de azt is kikötötték, hogy legyen benne űrrepüléssel is kapcsolatban, de legyen benne egy repülő szakember is. Mivel előjáróim tudták, hogy én foglalkozom az űrdinamika kérdéseivel, ezért engem jelöltek ki, én mentem oda ki. Hát sajnálom, de ma már egyedül élek abból a delegációból, egyetlen tagja sem ér rajtam kívül, akik először tudtuk meg, hogy magyar űrhajós is repülhet majd. No, de így jutottam ide. Tehát azért volt nevezetes nekem a 61-es dátum. Egyrészt, mert akkor repültem először a magyarok közül én elsőként MiG-21-essel, illetve akkor vetődött föl bennem ez a kérdés, hogy talán ez lesz a folytatás. No most a későbbiek során én rendszeresen tartottam előadást mind a Zrínyi Akadémián, mind pedig a Műszaki Egyetemen. A Műszaki Egyetemen főleg a szuperszónikus repülés aerodinamikai sajátosságairól tartottam előadást a tanári karnak, majd a későbbiek során az utolsó két előadás az az űrrepülésről szólt. És akkor azt felvetette nekem a tanszékvezető, hogy hirdessük ezt meg a hallgatóság nevében, illetve körében, hát ha jelentkeznek rá, és akkor megtartanád az űrdinamika néven ezeket a érdekes dolgokat, amelyeket itt a tanári karnak tartottál. Én nagyon szívesen vállalkoztam, egy vagy két hónap alatt összeállítottam a tematikát, beadtam, a kari tanács elfogadta, és 13. éve, 26. fél évet tartom most, megy az űrdinamika című tárgy a Műszaki Egyetemen, és meg kell mondanom, hogy még más tanároknál jó, ha 15-20 hallgató van az ilyen komplementer tárgyaknál, én nálam mindig 100, vagy 120, vagy 130 hallgató van. Tehát az érdeklődés igen nagy a fiatalság körében, érdekli őket az űrdinamika. Nem is csodálom, hiszen a repülés mellett az űrrepülés is egy roppant romantikus, és nagyon izgalmas, érdekes terület. Nos, még két képet azért, mielőtt erre rátérnénk, bemutatnék. Menjünk tovább még. Tóth Lajosról szeretnék megemlékezni. Én nekem Tóth Lajos drumi jó barátom volt 1949-50-ben, együtt repültünk, többször ellenőrzött engem, többször oktatott, én akkor még fiatal növendék voltam, ő pedig tapasztalt, és úgy néztünk rá, mint egy félistenre, őszintén. Nagyon szerettük ezeket az embereket. Nekem az oktatóm is, a barátaim is, ezek a második világháborús pilóták,
mindegyiken nagyon jó barátom volt, nagyon szerettem őket, a Forró Palit, a Dinka Tibort is. Most sorolhatnám végig a volt Pumás ezred pilótáit, akikkel nagyon jó kapcsolatban voltunk, és nekem a Toba Tibor mutatta meg az első dugóhúzót, és utána megcsináltam, és úgy félve hallgattam, hogy vajon mit mond a Tibor, azt mondja, nagyon jó volt, mehetsz egyedül, azt se tudom, hogy csináltam. Na de hát ez ilyen, a növendékpilótáknál ez még egy megszokott dolog. Menjünk tovább. 1962-ben, itt van egy fénykép, most már csak két szót azért mondok róla, ez volt a pilóta gárda, akik 1962-ben, a zöme azért nem mindegyik, de csizmában van, vagy a nadrág alatt csizma van, ők voltak az 1962-es díszszemle pilótái, azt hiszem egy néhányan rá is ismernek magukra, meg Kisárpira, meg a többiekre, akik akkor részt vettek, most látom, hogy közben megjöttél. Nos, tehát ez a gárda vett részt az első szuperkus bemutatón, hogy úgy mondjam, ők voltak annak a díszemlének a pilótái, akik először mutatták be Budapest fölött a MiG-21-est. Menjünk tovább. És hát ugye 1976-ban kinn jártam Moszkvában ezzel a delegációval, ahol bejelentették a közös űrrepülés lehetőségét. Hazajövet a miniszter, akkor minisztertanácsi határozatokat én készítettem elő, a tudományos program összeállítását én szerveztem, én irányítottam. Minden itthoni feladatot tulajdonképpen az előkészítéssel kapcsolatban nekem kellett elvégezni, és én ennek nagyon örültem, mert rendkívül sokat tanultam, és nagyon érdekes feladat volt. Hogy csak egy példát mondjak. A magyar tudósok csodálatos anyagokat készíthettek volna elő. Ha tudják, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni az űrben. Erre egy példát hadd mondjak, Berényi professzor, aki szintén nagyon jó barátság, akivel jó barátságba kerültem, Debrecenben az Atomkinak volt akkor a főigazgatója. Lementem hozzá, és kérdeztem, hogy milyen anyag kerülhetne be a tudományos programba. És akkor ő azt mondja nekem, nézd, itt van ez a csodálatos kis szerkezet, ez pillanatok alatt megmutatja a gyűrűről, hogy hány százalék arany, hány százalék, nekem nem volt ugyan gyűrű, majd megmondom miért, de ő levette és betette és megmutatta, hogy miből is áll az ő aranygyűrűje egy pillanat alatt. Azt mondja, ez egy csodálatos szerkezet, anyagvizsgáló szerkezet, de hát nézd, ekkora íróasztalnyi vákumrendszer van hozzá, hát nyilván ezt nem lehet oda fölvinni. Mondom, minek a vákum oda? Van ott olyan vákum, amilyen csak kell. Jaj, azt mondja, tényleg. No. Szóval körülbelül így nézett ki a dolog. Voltak csodálatos anyagok, lettek volna csodálatos anyagok, csak a tudósaink nem tudták, hogy mi is, milyen követelményeknek kell a világűrben megfelelni. Ezért aztán úgy kellett belőlük kihajtani, hogy mi is az, ami esetleg megfelel. Én kinn jártam minden hónapban Berciéknél a kiképzés alatt, és meg kell mondanom, hogy Berci elég elkeseredetten mondta nekem, hogy kettők ügyében egyébként mindig a Berci szólalt meg, hagyj bocsássam ezt elő, soha nem a Béla, hogy ez egy szörnyű dolog, úgy szégyellik magukat, mert minden nemzet legalább 10-15 tudományos programmal készül a közös űrrepülésre, és a magyaroknak meg csak 3 van. Ennyit adott át a Magyar Interkozmosz szervezet, ennyit gyűjtött össze, azt mondták, elég, mi kis ország vagyunk, elég nekünk a 3 program is. Nos, ekkor vettem én kézbe, itthon jelentettem az illetékeseknek, és kértem arra engedélyt, hogy én a tudományos körökben egy kicsit körbejárjak, a különböző kutatóintézetekben beszélgessek a vezetőkkel, és így összeállt egy 21 programból álló tudományos program. És a Bercék rendkívül mód boldogok voltak, meg kell mondani, és nem véletlenül nyilván. Nos, tehát itt van Berci, és itt van Magyari Béla. Ilyenkor mindig felvetődik az a kérdés. Sőt, nekem már többen nekem szegezték a kérdést, hogy de kérem én, nekem mondta XY, hogy a Magyari Béla volt az első magyar űrhajósnak jelölve. Mert XY látta a papírt, hogy Magyari Béla a Magyar Népköztársaság első űrhajósa. És igaza volt. Csak éppen azt nem tudta, hogy miért.
A maga módján igaza volt, de abban nem volt igaza, hogy a Magyari Béla volt az első kijelölt űrhajós. Nos kérem, arról volt szó, hogy a szovjetek azt mondták, hogy 3 héttel a repülés előtt megmondják nekünk, hogy melyik hogy végzett. Egyrészt tanulmányai vonatkozásában, másrészt pedig az orvosi egészségügyi vonatkozásban. 3 héttel a start előtt. És utána mi válasszuk ki azt, akit majd akarunk. Igen, nem csak, hogy én tartottam a kapcsolatot a nyomdával is. És a nyomdászok meg azt mondták, hogy 3 hónap kell nekik, amíg az anyagot megíratják, lektorálják, rendezik, nyomdalá szedik, stb. Nem kell azt hiszem ecsetelni. Rengeteg feladat van, mondják, amíg elkészülhet az a rengeteg PR anyag, amelyet el kell készíteni. Nekik legalább 2,5-3 hónapra van szükség. Nos, a kettő nem jön össze. Ha 3 héttel előtte adjuk ki, hogy kérem mi, ezért mi történt? Javaslatomra elfogadta az állami bizottság, hogy készül egy anyag Farkas Beltaranról, készül egy anyag Magyari Béláról. És az egyik anyagban az volt, hogy Farkas Bertalan a Magyar Népköztársaság űrhajósa, a másikban pedig az, hogy Magyari Béla a Magyar Népköztársaság űrhajósa. Roppant egyszerű a dolog. Tehát csak ez volt a háttérben, és nem ez, mint ahogy mondták egyszerűen, biztos valaki megfúrta a magyarit. Nem volt erről szó. Soha! Higgyék el nekem, soha nem akartam senkit becsapni, önöket se akarom. Nekem soha senki nem mondta, hogy ki legyen a Magyar Népköztársaság űrhajósa. Pedig az én kezembe futott össze gyakorlatilag ebben az időben minden. De semmit, soha senki. A tények megmutatják, hogy ki, hogyan, milyen. Na most mi döntött ebben? Elnézést, lehet, hogy egy kicsit hosszú leszek, de most már hadd fejezzem be. Nos, tehát az történt lényegében, hogy mindig a Berci szólalt meg. Béla visszahúzódott. Én tudtam, hogy ha akarjuk, ha nem politikai tényező, mert ez volt a szokás a Szovjetunióban, ez lesz a szokás a nálunk is, de már előttünk Csehszlovákiában ez volt, Németországban ez volt, Lengyelországban ez. Tudtuk, hogy itt ő politikai tényező lesz. Neki ki kell állni a tömegek elé, neki gyűléseken kell részt venni, találkozókon kell részt. Most erre alkalmasabb volt a Berci, mint a Béla. És ezért én, amikor elsőként megkérdeztek, én azt mondtam, hogy én a Bercit javaslom. De úgy érzem, hogy a Béla alkalmasabb is volt elviselni a második helyet. Na, szóval összetett dolgok ezek. Most egy csomó titkot mondtam el önöknek, elnézést kérek. Ne adják tovább. De egyébként tovább adhatják. Menjünk tovább, nézzünk még egy-két képet. Átszaladta. Itt csupán a felkészülés idejéből akarok megmutatni néhány képet, de ha nem megy visszafelé, menjünk előre. Itt van az űrrepülés előtt a közvetlen, ez körülbelül 50 méterre lehetett a rakétától, ahova aztán fölvitte őket az emeletre a lift. Itt búcsúztunk el tőlük, ez volt az utolsó alkalom, amikor még szemtől szembe láttam. Én ott voltam utána körülbelül 1 kilométerre kiépített védett tribün rendszerben, és onnan néztem, hogy elstartul a rakéta, ahogy leválnak az első fokozat rakétái, és ahogy megy tovább. És közben 20 másodpercenként hallottuk, ugye oroszul természetesen, én most magyarul mondom, a fedélzeten minden rendben, lengés normális. Ez azt jelentette, hogy a fedélzeten nincs semmi probléma. A lengés pedig azt jelenti, hogy nem úgy megy a rakéta, hogy egyenes vonalon, hanem állandóan kileng. Vagy jobbra, vagy balra, állandóan kileng. De a segédrakétákkal, ha normán belül van, akkor vissza lehet hozni. Ha normán kívül kerül, akkor már baj van. Itt végig ez jött, hogy fedélzeten minden rendben, a lengés normán belül. Menjünk tovább, és mindjárt vége is van az első résznek. Hát ez az, ami megjelent abban az időben, mint kiadvány Magyarországon, magyar űrhajós a világűrben címmel. Menjünk tovább. Hát itt elnézést kérek, ez véletlenül maradt benne, nem akartam itt hagyni. Szabó hadnagy és Szabó vezérőrnagy. Menjünk tovább. De erről is lehet látni, hogy öregszünk. Itt, amikor repülőfőnök lettem, akkor meghívtam a régi légierőparancsnokokat, illetve repülőfőnököt,
Itt van Zalk András, aki a második világháború utáni első légierőparancsnok volt, és akit Farkas Mihály annak idején lehordott minden piszok imperialista bérencnek, mert nem akarta engedni, hogy a második világháborús szakembereket a légierőtől elvigyék, illetve azokat letartóztassák, illetve azokat börtönbe csukják, illetve leszereljék. Nem akarta engedni, ezért őt is kirúgták a légierő parancsnoki beosztásból, és egy Szabó Segéd lett a következő légierő parancsnok, akinek fogalma se volt arról, hogy mi is a légierő, de ő viszont kiváló megfelelt az előjáróknak. Nos, itt csupán azt szerettem volna aláhúzni, hogy a szakember nem mindig jó. Nem mindig felel meg az előjáróknak, főleg a politikusoknak. Menjünk tovább. Hát itt a diplomácia, mehetünk tovább. Itt egy argentin repülőakadémia parancsnoka, 150 hallgatója volt itt Magyarországon, én fogadtam őket Szolnokon, és hát itt éppen egy... ez pedig itt a Gripenen repül a Kecskeméti ezred parancsnoka, Kilián ezredes. Menjünk végig most már, és bekapcsoljuk a másodikat, és elnézést kérek, ott már nagyon gyorsan fogunk haladni, mert egy kicsit belefeledkeztem itt a dolgokba. Lépjünk ki ebből, és vegyük elő a harmadikat. Itt a Magyar Hadtudományi Társaság elnökeként vezetek egy konferenciát. 14 évig voltam a Hadtudományi Társaság elnöke, most egy hete mondtam le, miután már kétszer alelnök és háromszor elnöke voltam a társaságnak, mivel 76-at taposom, úgy gondoltam, hogy fiataloknak adom át. Most a helyettem egy 60 éves fiatal vette át a stafétabotot. Megpróbáljuk a másodikat, mert nagyon sok érdekes kép van benne, ha tudjuk. Jön, ugye? Hát erről is szeretnék egy, mivel azt mondtam, hogy a Pumáktól a Gripenig, szeretnék ezzel kapcsolatban is azért néhány szót elmondani, és kérem a tisztelt rendezők szíves elnézését. Itt tudtam meg, hogy 45 perc az a másodikra, amire én terveztem a dolgokat is. Hát most valahogy szűkíteni kell, gyerünk előre. Hajrá! Repülőknél mindegy gyorsan megy. A légjáró csapatoktól nem vezetem végig, önök tudják, ismerik a magyar repülés történetét. Ellenben azt nem mindenki tudja, hogy a NATO 1990-es években elfogadott doktrínájában a következő szöveg van. A légi hadviselési eszközök különleges adottságokkal rendelkező eszközök. A légierő az információs és a vezetési rendszerekkel együtt meghatározó katonai csapásmérő erő, a katonai csapásmérő erő szempontjából. Következő. Gyere. Nem jön? Készek azonnali, de legalábbis bármely más haderőnemnél gyorsabb, komplex cselekvésre, bármely irányban, harcnövelő funkciójuk érvényesítésére, bármely hadszintéren. Tehát tulajdonképpen a légierőt egy kicsit kiemelte a sorból. Nem véletlen, hiszen az első... hova megyek vissza? Az első öbölháborúban... De a második öbölháborúban is, és a délszláv válság idején is, tulajdonképpen amíg a harctevékenység folyt, csak a légierő tevékenykedett. Az első öbölháború 43 napjából 39-ben csak a légierő tevékenykedett. Tehát egyre nagyobbak a lehetőségei a légierőnek, és ez emeli ki tulajdonképpen a NATO-nak ez a direktívájában szereplő légierővel kapcsolatos megállapítás. Úgy gondolom, hogy ezt azért mindenkinek meg kell jegyezni. Még a politikusoknak is, amikor rájönnek arra, hogy ez a légierő, nem akarok durva szavakat használni, hű, de drága. Mert sajnos ez drága. Menjünk tovább. Ismét csak lépjünk egyet, mert ez megint egy felsorolás, milyen lépések voltak. Ez is csupán felsorolás. Milyen volt a légierő helyzete egy évvel ezelőtt, néhány évvel ezelőtt.
milyen repülőgépeink vannak, ezt majd az illetékes elmondja, de menjünk tovább. Itt van tulajdonképpen a Gripen 3 nézeti rajza, mehetünk tovább. Itt egy érdekes dolog van, ugye annak idején, ezelőtt néhány évvel aláírtak a svédekkel egy szerződést, amely a Gripen régi változatára vonatkozott. Megmondom őszintén, hogy az semmivel sem tudott volna többet, mint a MiG-29, és mivel a MiG-29-esek a NATO tevékenység alatt nem tudtak lényegében tevékenykedni, azok sem tudtak volna nagy valószínűséggel semmit csinálni. Tehát gyakorlatilag nem jelent többet az a változat, mint jelenleg, a jelenleg meglévő típusunk. A lokátorok lehetőségeit kívántok itt bemutatni. Nyilván, hogy az F-16-os A változata, amely szintén szóba jött volna, és megmondom én őszintén itt, önök előtt őszinte leszek, méltatlan. Az már nem egy olyan típus, amely perspektívikus. Azzal már nem lehet előre haladni. Csak vissza. Én tudok egy olyan országról, nem mondom, ahol egy századnyi ilyen repülőgép van, és nem győzik a millió dollárokat kérni a tartalékalkatrészekre. Mert amit ott nyerünk a réven, elveszítjük a vámon. Ugyanis egy ilyen régi típusnál jóval több tartalékalkatrészre van szükség. És ezek a gépek már 12-14 évet leszolgáltak, és plusz még 6-8-10 évet a sivatagban várakoztak. Menjünk tovább. Hát a Gripen együttműködési lehetőségeit kívánom itt bemutatni tovább. Itt van a Gripen új Gripen kabinja, amelyet majd nekünk szállítanak. Ez egy tökéletes, egy kiváló technológiával elkészített pilótafülke, amelyhez még az is hozzájárul, hogy a pilóta sisakjába van beépítve a teljes irányítási rendszer, és hogyha a pilóta jobbra fordul, akkor minden fegyver jobbra figyel, ha balra fordul, akkor minden fegyver balra figyel, ha fölfelé, akkor fölfelé. Tehát ha valahol egy cél megjelenik, netalántán, akkor ő a fejével is tudja irányítani a fegyverrendszereket. Rendkívül korszerű, ez egy svéd gyártmány, illetve angol gyártmány, angol sisak, amely rendszeresítve lett. Tudjuk nagyon jól, hogy a Gripen csak 40%-ban svéd, a többi az angol és amerikai, de van benne német gépágyú, és vannak benne még egyéb más francia, sőt spanyol berendezések is. Menjünk tovább. Hát itt a katapultrendszere, egyébként a katapultrendszere lehetővé teszi a katapultálást kabintetőn keresztül is, anélkül, hogy a pilótát megsérteni a kabintető tovább. Itt a fegyverváltozatok, nem merülünk el benne. Minden olyan fegyver alkalmazható a Gripen, amely a NATO-n belül rendszeresítve van, illetve számításba jöhet a továbbiakban. Menjünk tovább. Itt olyan összehasonlító adatok vannak, az F-16-os C-vel, illetve a MiG-29B-vel van az összehasonlítás különböző vonatkozásban, nem térünk ki most rá, de látni, hogy a Gripen mindenhol rendkívül kedvező arányt mutat. Menjünk tovább, itt ugyanez még folytatódik tovább, de azért egy néhány számadatot hagy mondjak, mert ez bizonyára meg fogja mindenki jegyezni. A Gripen 12 Gripen évi költsége, ha 120 óra per repülőgép repüléssel számolunk, akkor a Gripennél 20 millió forint, az F-16-osnál 31 millió forint, az F-18-asnál 38, a MiG-29-nél szintén 38 millió forint, csak a tüzelőanyag vonatkozásában. Alkatrész, fenntartás plusz fenntartás 132, 217 vagy 18, 277 és 532,7 millió forint. Azért óriási különbségek vannak egyes típusok között, és ebből a szempontból a legkedvezőbb természetesen a Gripen, azért is mutatom be. De ha összesítjük az egészet, a Gripennél mindent egy összevetve 152,3 millió forint, egy F-16-os századnál hasonló századnál 248,9, 18-asnál 315, a MiG-29-esnél 570 millió forint. Menjünk tovább. Egy repült óra
Nos, ez nyilván változik. Ma már egy kicsit több, mert azóta, amióta én ezt számoltam, vagy 2-3 évvel ezelőtt, azóta már természetesen változtak ezek is. De egy Gripenent eltöltött óra 1,1 millió forint, az F-16-os esetében 1.560.000, F-18-as 2.016.000, és a MiG-29 4.128.000 forint. Tehát roppant drága. Nos, ez az, amit az előbb mondtam, hogy sajnos a légierő mindig drága volt, és mindig is drága marad. Majd a végén bemutatom, hogy milyen repülőgéppel próbálták megoldani a 10 millió dolláros plafont, amely azóta már 35 millió dollár. Mehetünk tovább. Itt még az élettartam 30 évet alapul véve a tartalék alkatrész költségét mutatom be. Nos, 17 millió a Gripen esetében 30 évre egy repülőgép után. Ugyanez az F-16-nál 46, de csak új, ez már átszámított érték, mert ez csak 12 évig használható maximum. De ha 30 évig használnánk, akkor 46 millió lenne. Itt van az, amit az előbb említettem, hogy a költség, hogy mit veszítünk a vámnál. Az F-16C 31 millió, a Mirage 35 millió és a 17 millió. Mehetünk tovább. A felderíthetőség vonatkozásában nagyon érdekes dolog, itt talán nem lesz rajta, de a Gripen című könyvünkben, amelyet majd utána bemutatok röviden, körülbelül 40-45% a felületének már műanyag. Ezért tehát nyilvánvaló, hogy jelen pillanatban a legkisebb effektív visszaverő felülettel rendelkező repülőgép a Gripen. A felderíthetősége megközelíti azokat az amerikai repülőgépeket, amely speciál lopakodóként így készültek. De ma már azokat feladták, azokat az elveket, ugyanis az F-117-est például pilóta nem tudja vezetni. 35 számítógép vezeti. A pilóta nem tudna beavatkozni, nem tudna időben, illetve a reflexe nem biztosítaná a beavatkozást. Ezért ezek a repülőgépek csak számítógéppel repülnek. És ez már egy kicsit túlzás, ezért most visszaléptek egy keveset. Egy picit ebből is, egy picit, mint kabos, ugye, a melegből is, meg a hidegből is, egy picit ebből, egy picit abból. Ezért a mai korszerű gépek, mint az F-22-es például, már a kettő között helyezkedik nagyjából el. De inkább most már a műanyag alkatrészek, illetve felületek, azok, amelyek elnyerik a sugarat és nem verik vissza, és így a Gripené messze a legjobb, bal szélen a zöldecske. Menjünk tovább. Egy veszteségre jutó ellenséges repülőgép lelövés, mehetünk tovább. Van egy csomó harcászati olyan dolog, amelyre most nem tudok időt szakítani, szíves elnézésüket kérem, de itt a követhető célok számában azért egy pillanatra álljunk meg. Ma az F-16-os, a Eurofighter 2000-es, a Gripen mindegyik 10 gépet képes automatikusan követni, és mindegyik 4 gép ellen tud automatikusan rakétát indítani. Tehát itt ő automatikusan befogja, minden követ, és a pilóta csak ellenőriz. És amikor olyanok a feltételek, a számítógép kiszámítja, és a rakétát automatikusan indítja ellene. Na most egy gépre 4 ilyen rakéta függeszthető föl, mindegyikre, tehát itt nincs különbség, gyakorlatilag ebből a szempontból mindegyik gép egyformán alkalmas. A MiG-29-esnél 10, de csak 2 ellen tud rakétát indítani, illetve a Mirage-nál 8, de csak 2 ellen tud rakétát automatikusan irányítani. Menjünk tovább. Itt van a Gripen, most menjünk végig, jó? És önök pedig nézzék meg, hogy hogy is néz ki a Gripen. Ne annyira gyorsan. Érdekes, hogy országútról egyedül a Gripen üzemeltethető ma. 9 méter széles, 800 méter hosszú, egyenes útvonal, útszakasz, tökéletesen alkalmas arra, hogy a repülőgépet onnan üzemeltessék. Menjünk tovább. Mehetünk. A kétüléses minden rakétát vihet magával, tehát tökéletesen harci gépként is alkalmazható. Itt az országúti leszállás látható, menjünk tovább.
országútról üzemeltetés, mehetünk tovább. Hát itt pedig bemutatom az utántöltést. Az utántöltéssel kapcsolatban hagyd mondjak egyetlen megjegyzést szintén. Az utántöltés ma már nem luxus, nem azért van, hogy el tudjunk menni valahová Afganisztánba, nem erről van szó. Ma már harctevékenységi forma, az új, itt most egy mondat erejéig, valamikor mi a mozgáscentrikus hadelmélet hatáskörébe éltünk. Ez volt a német, porosz, orosz, szovjet hadelmélet alapja. Ez azóta változott. A nyugati, az úgynevezett anyagcentrikus hadelmélet vette át most tulajdonképpen a vezető szerepet, de az is sokat átvesz a mozgáscentrikus hadelméletből. Mi még a régit el se felejtettük, az újat el se sajátítottuk. Még nem történt meg a normális váltás se, és bejött a harmadik, az úgynevezett ősi, régi, de vadonat új formában a gerilla hadviselés. És sajnos ma már ez megy. Most a gerilla hadviselés megköveteli, hogy én akár órákat várakozzak, mert 5 percem lesz csak a csapásra. És azt már nem tudom, hogy éppen a repülőtérről valakit oda rendeljek, hogy mérjen csapást, hanem ott kell az EVEX mellett meghatározott helyen várakozni, és amikor eljött az ideje, akkor a villám gyorsan végrehajtani a feladatot, mert 5 perc múlva ez az objektum már nincs ott. És másképp nem lehet. Tehát a harceljárások változnak, és ezek a harceljárások megkövetelik azt, hogy a továbbiakban ilyen képességek is legyenek. A másik dolog pedig az, a NATO-nál minden egyes haderő, mert NATO haderő nincs, hanem a tagországok adják össze a haderőket, minden egyes tagország haderejében ez a képesség megvan. Ebben nem lehet 2, 4, vagy akár 6 gépet sem betenni a grafikonba. Nem egyenszilárdságú a dolog. Ezt azt hiszem a repülők nagyon jól megértik. Mehetünk tovább, és itt mindenki repülő, még önök is. Mehetünk tovább. Még tovább. Hát itt van ez a töltő, amely a kabinból, itt egy félig kész repülőgép van a műhelyben, itt nyúlik egy ilyen teleszkópikus cső, és ennek a végén itt van a töltőfej, amelyre rámegy a tankernek a töltőfeje. Mehetünk tovább. Menjünk tovább, még tovább. Befejező gondolatok. Itt most nem foglalkozunk ezzel, ez egy olyan előadásnak volt a része, amelyben a harcászati kérdésekkel bővebben foglalkoztunk, fejezzük be, lépjünk a középsőt rendeljük, illetve hívjuk elő, mert abban bemutatom önöknek azt a repülőgépet, amelyet jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban fejlesztenek. GSF-nek hívják, Joint Strike Fighter a neve, és a lényege tulajdonképpen az, hogy erre minden, ez mindenre alkalmas lesz ez a repülőgép. És most én azt a repülőgépet mutatom be, amelyik elvesztette a versenyt, de majdnem 90%-ban ugyanilyen a másik is, amelyik megnyerte. Sőt, ebből a repülőgépből is rengeteg alkatrész és megoldás kerül át a Boeing által képviselt, illetve, bocsánat, ez a Boeing által képviselt, a másik fél által képviselt repülőgépre. Menjünk tovább, itt most mutassuk lassan, 2-3 másodpercenként végig, hogy milyen érdekes a 20. repülőgépe, amely talán 5-10 év múlva készen is lesz, illetve hadrafogható állapotban is lesz, de lehet, hogy csak 15 év múlva. Sose lehet tudni. A repülőgép fejlesztéseknél mindig közbe jöhet valami olyan, amely akár 4-5 évig is. 2000-ben már az F-22-est hadrendbe kellett volna állítani, még mindig nincs hadrendben. Vagy a Eurofightert is 2000-ben már hadrafoghatóvá kellett volna tenni, még most fogják majd hadrendbe állítani. Hatalmas gép egyébként, amint látjuk. Mehetünk tovább. Egyébként nem hangsebesség fölötti a gép, hangsebesség alatti. Nem követelmény ma már. Ha egyszer 200 kilométerre ellát, és 100 kilométerre el tudja küldeni a rakétáit, akkor már nincs szükség arra, hogy hangsebesség fölötti, vagy kétszeres hangsebességgel, vagy akár háromszorossal lépjen meg az ellenség elől. Nos, még egy van aztán, vagy kettő is mehetünk.
tovább. Nos, ennyit szerettem volna önöknek elmondani. Elnézést egy kicsit a kapkodó tempóért, de hát sajnos különben így se fértem bele az időbe. Talán. Köszönöm a figyelmet! Frankó Endrét szíve szerint valamilyen élményt meséljen el önöknek. Ez nem az a pillanat, amikor kérdéseket teszünk föl. Rá van bízva, hogy mit fog önöknek elmesélni. Biztos vagyok, hogy minden mondata úgy fog ülni, hogy végső soron az volt a célja ennek az egész esti előadásnak, hogy miután 50 évig sok mindent mondtak, sok mindent falsul meséltek nekünk össze-vissza, nekem meg az a véleményem, hogy csak tiszta forrásból szabad meríteni, annál tisztább forrás nem lehet, mint ahogy most szenvedője, átélője, szereplője dolgoknak elmondanöknek valamit. Átadom a szót. Andikára. Idehozok a mikrofon. Nem, jó. Jó. Na mindegy. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves bajtársak! Miután csak nagyon rövid időre kértek föl, és hogy egy élményt mondjak el, a következőt akarom, az utolsó bevetésemet szeretném elmesélni, amelyik úgy kezdődött, hogy reggel korán ülőkészültség a gépbe, eltelt egy óra, másfél óra, két óra, megköszönték, kiszállhattunk a gépből, jött a következő társaság. Még ott voltam a gépek között, amikor Tobak Cica, századtársam volt, megkért, hogy Bandikám, gyere már, ülj már be a gépembe, mert pillanatra le kell mennem. Jó, beültem a gépbe. Abban a pillanatban kilőtték a rakétát, indulni kellett volna. Igen ám, de a Tobak Cica egy hatalmas, nagy darab ember, én meg aránylag alacsonyabb. Az ülésen kellett volna állítani, de az ülésen négy csavart kellett volna kicsavarni, az ülést fölemelni, hát ez nem ment. A szerelők már kurblizták a gépet, amikor oda kiáltottam, hogy dobjátok föl a féktuskókat. Hát nem volt féktuskó, csak két tégla. Alátettem az ejtőernyő alá. Remek volt, elindultunk. Első vonalat átlépve egy ilyen pamacs függöny terült el alattunkon 50-60 méterre, majd ugyanez megismételődött fölöttünk, ugyanannyira. Hát ha most helyesbítenek, akkor köztünk robban, el kellett onnan tűnni. Egyetlen egy jutott eszembe. Mi történik velem, ha eltalálják a gépet, nekem ugrani kell, és a két tégla belesik az ejtőernyőbe? Lehetetlen, de mindegy, ez jutott eszembe. Elég az hozzá, hogy elérkeztünk a alacsony támadás színhelyére. A géppár kísérőm, vagy akivel együtt repültem, elkezdtük az alacsony támadást. Hát ma ott kezdődött a dolog, hogy én jobb oldalról követtem, de így jobbra fordultunk rá az útra, és utolsó pillanatban vesztem észre, hogy ő már fordul, és az utolsó löveték én szerintem a kabinja mellett ment el éppen. Lehet, hogy az több is volt, mindegy. Lényeg az, hogy ráfordultunk az útra, végigmentünk az országúton, fölemelkedünk, és egyszer csak megszólal a bajtársam, te nem húz a motorom. Valami baj van. Látok valami hosszú csíkot, lehetetlen, hát olaj nem látszik, ez nem olyan, mint hogyha egy autóból csak úgy állva folyna az olaj. Mondom, menjünk haza, haza kísérlek. Mentünk haza, átvágódott, úgy letottyant a gép, hogy nem igaz. Légcsavar kúpja ketté hasítva. A jobb szárny belépőjéle, bal szárny belépőjéle teljesen összeroncsolódva. A szárny egyik oldalán egy hosszú, nagyon hosszú lelógó kábel. Hát kiderült, hogy magas feszültséget vittük el. Ő vitte el, mert én ugyanazon a két oszlopon keresztül repültem át, semmi bajom nekem nem volt, neki a gép az teljesen használhatatlan lett.
Ezt szerettem volna csak elmesélni, mert ez volt az utolsó bevetés, ez már Tunból indult, és Sopron, vagy Pozsony környékén volt az alacsony támadás. Utána vége lett a háborúnak, és a fiatalemberből egy vénember lett közben. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük. Azt szerettem volna ezzel kapcsolatban még elmondani, miután említettem, hogy 1944-ben Öskössel, Tibor barátommal mi légvonalba, Szentkirály szabadján, akkor épült a Szentkirály szabadjai repülőtér, légvonalba alig néhány kilométerre nagy szívdobogással hallgattuk Bakony erdő nagy orgonáját. Ez az volt, amikor a messzereket beindították reggel motorpróbára, vagy éppen 12, vagy 14, vagy ahány gép startolt. A németek irigykedve nézték, sohan meg nem merték kísérelni, hogy kötelékbe startoljanak el. Ez magyar specialitás volt, igazolja a Bandi barátom. Miközben mi gyalogsági kiképzést folytattunk, és onnan lestük, és hallgattuk a Bakony zenéjét, a csodálatos messzer motoroknak a hangját. Hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel fölkérem Hegedűs Alezredes urat előadásának megtartására, majd az azt követő filmvetítésre. Azt szeretném kérni, ha kérhetem, hogy azt a bizonyos kapcsolódást és nagy kézfogást, ami bekövetkezett sok-sok elnyomott esztendő után, hogyan történt meg az a pilótákra jellemző önzetlen kézfogás, amikor az öregekkel az ifjak kezet fogtak, és megszületett az új Puma. Arany. Köszönöm szépen. Először is hadd kérdezzem, hogy jól hallható vagyok-e mindenki számára. Köszönöm. És még mielőtt bármibe bonyolódnék, és nem szeretnék belebonyolódni, a Frankó rendőr barátomnak az utolsó mondatát szeretném mássá fogalmazni. Azt mondta jól épp, hogy zárszavaiként, hogy én már megöregedett, nem, ők örök fiatalok maradnak. Az én szememben annál is inkább, mert a hosszú évek folyamán mióta megismertük egymást, ez a két generáció, olyan fiatalos mentalitást mutattak föl rendezvényeink kapcsán. Hadd említsem meg a Mikna Gyuri bácsit, akinek a fia ugye balesetben elhunyt az elmúlt időszakban, és ami miatt ő nem tudott eljönni. Amikor két évvel ezelőtt még tandem ernyővel ugrott 80. születésnapján. Jól mondom? Szóval ezt nem mindenki teszi meg, azt hiszem. És először is nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást. A Méhésanyi barátom, kiváló ejtőernyős barátom és kollégám, aki jó múlt korában fölhívott engem Kecskeméten, és elmondta, hogy milyen szándék fogalmazódott meg itt a itteni klub részéről, és azt hiszem, hogy nem hezitáltam sem egyből, rából intottam, és azt kérdeztem, hogy mikor, hol és hány órára kell itt lennem. Nagyon szépen köszönöm ezt a melegfogadtatást, és úgy hiszem, hogy olyan társaság kellős közepén érezhetem magamat, amikor is úgymond a társaság párját ritkítja, mert hiába vagyok én egy repülőbázis városából, Kecskemétről, amikor is esetleg az öreg veteránok, úgymond nyugdíjasok összejönnek és esetleg beszélgetnek, ott a fiatalok a legritkább esetben fordulnak meg úgy közöttünk, pontosabban közöttük, mint ahogy itt a terem első felében ülők, a virtuális pilótáknak a kis létszámú csapata, akiket úgymond vagyis az elmúlt három hétben láttam utoljára, amikor is vendégül láttak bennünket. Tehát itt olyan széles skáláját látom a korosztálynak, amit a legritkább esetben. Először is hadd mutatkozzam be olyan módon, azon túlmenek, hogy a nevem Hegedűs Ernő, becenevem Gege, a Hegéből származik, nálunk a légierőben, hiszen tábornok úr alátámasztatja ezt a dolgot. Mindenki egy ilyen becenével bír, ki minek kapcsán, ki a neve kapcsán, ki pedig a amilyen csintette, vagy hőstette kapcsán. 1953-ban születtem, nős vagyok, feleségemmel együtt négy gyermek, boldog tulajdonosai vagyunk. És köszönjük szépen. És hadd köszönjem meg a feleségem felé azt a gesztust, amit a kezdet-kezdetén tettek. Nagyon jó lesérülés volt számomra.
1975-ben végeztem a repülőtiszti főiskolát. Hasonló körülmények között tulajdonképpen vannak referenciapontjaink a tábornok úrral. Én Krasznodárban végeztem, ahol ő először kapott MiG-21-es kiképzést. Én 75-ben végeztem ott. Repült óraszámom közel 3000 óra. A típusaim Z-43 Zlin, csehszlovák gyártmányú repülőgép, utána L-29-es Delfin a főiskolán, utána MiG-15, MiG-17, valamint MiG-21, amin befejeztem a főiskolát, és egész hosszú időt töltöttem el szolgálatban Kecskeméten, valamint az utóbbi években Albatrosz L-39 és MiG-29, amire nagyon büszke vagyok, mert tulajdonképpen olyan típus repülhettem, ami a világ megmérettetéseiben értem alatta a különböző demókat, amik leginkább Angliában talán mindenki előtt ismertek, Fairford, ahol nagyon szép díjakat hoztunk el, a Vári Gyulától, a Kovitól és a Topitól kezdve. Ha jól tudom, Topi, a kollégám, a Szabó Zoli nemrég volt itt előadást tartani, és mondta, hogy tulajdonképpen megtette azt a technikai tájékoztatást, amivel nekem alapvetően már nem kell foglalkoznom. Ezen túlmenőleg a típusokra visszatérve, amióta NATO-s tagok vagyunk, sőt, amikor még csak tervben volt a NATO tagságunk, már akkor is NATO tagállamoknak a repülőgépeit láthattuk vendégül, és repülhettem F-16-ossal még a NATO tagságban, hollandok kötelékeiben, már úgymond vendégként, utasként természetesen, ezen kívül F-14 Tomcat, valamint Gripen és Alpha Jet. Ezekkel büszkélkedhetem. A Puma harcászati repülőszázadnak a parancsnoka vagyok 1991 óta. Maga a század ilyen módon, mióta Pumává lett, az 1989 rendszerváltás környékére datálódik, amikor is az elődöm Gál Sándor Lederes úr, Becelvén Pupcsó, Sanyi, te ismered, az akkori századparancsnok ő volt, és őtől örököltem a századot a jelvényével és embereivel, mindenével együtt, gondjával, bajával. És mint oldtimer, mivel 91 nem most volt, én már 13 éve vezettem ezt a századot, nagyon sok gonddal, bajjal küszködve, főleg az utóbbi időben természetesen, amikor is mindenki tudja, hogy milyen gondokkal küszködünk úgy katonai vonalon, mint gazdasági vonalon az országban. Tehát bennünket sem került el ez a kis kálvária, hogy úgy mondjam, de majd egyszer jobb idők jönnek. Mindig egy cigány közmondás, hogy a rossz jön, és fordítva is igaz, hogy a rossz idő után pedig jó. Ez ránk is ugyanúgy érvényes. A jelvény örökbefogadásának körülményeiről tulajdonképpen is egészen a mai napig, mivel az előadásnak a címe a Pumáktól a Gripenig, amikor a Sanyi ezt a címet, az előadás címet elmondta, akkor nagyon megörültem, mert tulajdonképpen egybeesett a dolog egy film elkészítésével, ami annyira meleg, hogy ha valaki megfogja a DVD-t, ez ma délelőtt készült el, és higgyék el, olyan játékban megyek bele két oldalról, hogy meg sem néztem az egész DVD-t, mert a vágásnak a pontot ma tette fel a vágó, ahol én nem voltam, tegnap hagytam ott a műtermet. Tehát nem tudom, hogy most mi van a DVD-n valójában, nagyon reménykedem, hogy az, aminek lennie kell. Tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy premierje lesz a filmnek, ami földolgozza az egész pumai eszmeiséget. Majd valamikor a jövő hónapban, májusban, még hozzá nagy valószínűséggel a bújjai főiskolának a valamelyik erre alkalmas termében, legalábbis ma erről tárgyaltam. A célunk ezzel a filmmel természetesen benne van a nevében a CR-32-től a MiG-29-ig, a Puma 101-es vadászosztálytól a Gripenig. Tehát benne van a nevében, hogy fölölel egy olyan korszakot, amit tulajdonképpen a tábornok is már tábornok úr is taglalt előttem, és valahol egybeesik ugye természetesen a két téma, mivel a cím ugyanaz, csak én nekem a mondókám meg van könnyítve annyival, hogy olyan sok minden elhangzott előttem, hogy már azokban nekem nem kell belemennem. A hatosról rá lehet klikkelni nyugodtan közben. És a filmnek a történetéről annyit hadd mondjak el, és itt egyben. Tehát fölösleges sok mindent úgy taglalnom előtte, mert a film majd magáért fog beszélni úgy képileg, úgy zeneileg, és úgy
beszédileg. A legszélesebb skálát próbált összehozni, egy órás filmről van szó, és a HM kommunikációs osztálya hirdetett meg egy pályázatot a múlt évben, amire én írtam egy pályázatot, és nyertünk támogatást rajta. Mielőtt, évekkel ezelőtt megfogalmazódott ez a gondolat egy tulajdonképpen barátom, Féli Meddi kollégám, aki repülésben valamennyire is jártas, és részt vesz a polgári életben. Egy orvosról van szó, dr. Bíró Péter, aki azt mondta, hogy csináljunk egy filmet, oké, de erre ugye pénz kell. És eljött az idő a múlt évben, amikor erre megnyertük a pénzt, és az elkezdődött még valamikor a nyáron, és talán úgy tartunk ma, hogy be tudtuk fejezni ma délelőtt, pontosabban a vágóasztal. És visszatérve a Gripen, a MiG-29-es dolgára, és inkább természetesen nem annyira technikai, inkább a taktikai részéről szeretnék egy pár szót mondani, mert a tábornok úr itt ismerhetett egy jó pár dolgot. Ezzel kapcsolatban megmérettettünk légiharcban nagyon sok külföldi géppel, természetesen amiket említettem, amiket én is megtudtam, amilyen ülésekben tudtam repülni, Gripen, F-16-os, F-16-os, stb. Tehát összeakaszkodtunk úgymond a levegőben egy előre meghatározott és felépített szenárió alapján, és elmondhatom azt, hogy egyrészt, hogy a magyar virtus, ami már Árpád előgeinktől, meg a Hegyes Nyilainktól ugye zengedezett valamikor, és ennek a imázsa ma is él valahol, áttéve ezt a repülő szakmára, tulajdonképpen nem hagytuk magunkat, és nem maradtunk alul a gyakorlások és gyakorlatok legnagyobb részében. Tehát ez azt jelenti magyarán szólva, azt hiszem, hogy mindenki kivétel nélkül valamelyest repülő dolgokban jártas, még hogyha nem is szakmailag. Tehát azt jelenti ugye, hogy az ellenféllel egy bizonyos felállásból kiindulni, és akkor a gépnek és az agynak az összhangját úgy összehozni, hogy mindent kihozni maximálisan, hogy a másik hátsó féléktörébe kerülni, és úgymond durogtatni rá, durván mondom természetesen, egy fotófilmet hozni, és tulajdonképpen olyan élményekben volt részem, hadd büszkélkedjem egy olyannal, hogy épp a hollandok Volkel légibázisáról, a hollandok F-16-osaival dolgoztunk együtt, és nagyon századparancsnok kollégám nagyon-nagyon vérmes és nagyon agilis gyerek volt, nagyon tudta a dolgát, de eléggé nagyképű volt hozzá egy utólag. Nem biztos, hogy jogom van most ezt mondani, de olyan föllengzős volt, hogy ő már ugye mennyire NATO-s, mióta NATO-s is. Egyszer elégedett a pillanat, hogy akkor a két századparancsnoknak meg kell vérkőzni egymással, és itt nem az én tudásom, ami akarom, itt alapvetően a gépnek a tudását, természetesen a pilóta nélkül nem megy a dolog. És tulajdonképpen olyan szituáció jött létre, hogy ezen a gyakorláson részt vett a holland légierő parancsnoka, és én kétüléses géppel ő mögöttem természetesen szembe szálltam az ő század parancsnokával. Krák, a redes, ez volt ez a neve, és azóta már Edredes úr, és azzal büszkékedhetem, hogy tulajdonképpen ezzel a nagybeosztású úriemberrel mögöttem háromszor le tudtam verni az égről, elnézést ezt a kifejezést használom az ellenfelet, és mikor leszálltunk, tehát nagyon kemény volt a srácaival ez a szállparancsnok úr, és mikor leszálltunk, mindenki, minden beosztottja, sunyogott és próbálta kiszedni bennem, hogy figyelj már, menjél, tehát mindenki a szemével kérdezték, csak egy hármas mutattam a hátam mögött. Tehát tulajdonképpen annyira felemelő érzés volt, hogy a 29-essel bármilyen felállásból ott tudtam mögötte kerülni, sőt a levegőben, hiszem az angolul tudó emberek is ülnek itt közöttünk, amikor is olyan helyzetekbe kerültem, amikor annyit mondott a rádióban, hogy shit. Tehát a francba, meg ennek vannak a különböző változatai, tehát a rádióban is bemondta már Kínjába, szóval nagyon büszke voltam rá. És tulajdonképpen megtettünk minden egyes gyakorlat alkalmával, amit csak megtehettünk. A MiG-29-es és egyáltalán összehasonlítva egy Gripennel, vagy Mirázzsal, vagy bármivel, ez nagyon kétélű dolog, mindig kérdezik tőlem, hogy hasonlítsam össze, mondjak véleményt róluk. Azt hiszem egy olyan szakember ül itt mellettem a tábornok úr révén, aki tudományos szempontból és mindenféle tudományos instanciák, keresztül nézve lehet különböző magyarázatokat erre a financiális dolgoktól kezdve mindenfélét, de ugye van egy
fajta összehasonlítás, amikor egy repülőnapra a laikus ember elnézést, most én általában mondom, kijönnek, és ott látják, hogy úgy a 29-es defrankó, stb. És egy ilyen közel légiharc, amikor is a világháború alatt is egy közel légiharcot vívtatok az ellenséggel, amikor is vizuálisan ugye láttátok egymást, és akkor a kezed izmod a gépnek a motorja maximális képességét felhasználva próbáltátok legyőzni és mögé kerülni. Így van, tehát egy szűk dimenzióban történő demonstráció, bemutató egészen más, tehát mint egy mai modern légiharc, amikor is nem kell vizuálisan látni, ezt úgy hívják magyarra lefordítva, hogy látáson kívüli távolságon belüli légiharc, amikor is más nyelven lefordítva nem kell már az ország határon sem átmenjem, hogy az ellenfelemet lelőjek. Tehát át lehet a másik országba lőni, mert olyan hatótávolságú rakéták vannak a repülőgépen, egy és olyan adat és információs rendszer áll már rendelkezésünkre, ahol nem tudjuk, hogy hol a cél, kit kell kiválasztani közüle. Tehát ilyenfajta összehasonlítás már más manapság. A MiG-29-es, amikor látjátok esetleg egy repülőnapon, nagyon-nagyon látványos, eleve a fölépítése hihetetlen szép, hát még egy gyönyörű festéssel, nem olyan, mint ami általában a többi gép, azon az egy gépen kívül, ami a Fairfordi utolsó kinti versenyre le lett egy gép festve, a többi is átesik a festésen. Természetesen, tehát nagyon látványos egy MiG-29-es, és nagyon könnyen fordul, hatalmas nagy dolgokat lehet művelni, és nem véletlenül jöttek ezek a díjak, és nem akarom elvenni sem a Bári Gyulának, sem a Kovács Petinek, sem a Szabó Zolinak a babérját, egy pindulykát sem, és egy levelet sem, de hogyha természetesen jó kezekben egy 29-es óriási csodás dolgokat lehet művelni az ember szem előtt. Tehát ilyen módon már nem szabad összehasonlítani a gépeket, hanem az összehasonlítás módja az, amit a tábornok úr itt fölvázolt nekünk. Tulajdonképpen a mai dolgainkra visszatérve nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ugye itt egy új technikai dolognak a rendszerbeállítása az orrunk előtt, aztán hogy fogjuk ezt kezelni, ezt nem tudom megmondani. Sajnos annyit, ezt legyen csak az én vaszek véleményem, ezt csak halkan mondom, de csak azért mondom, hogy az hangosabban, hogy utolsó sorban is hallják, de általában ez a vélemény fogalmazódik meg a kollégáim részéről is, hogy én a repülőgépet, azt hiszem, pont a múltkori bulitokon mondtam, egy tortának nevezem az egészet. Tehát a gépen egy torta, van egy 29-es torta, stb. És ez ugye ennek a gépnek az infrastruktúrája föl van szeletelve, különböző szeletekre ez a torta. Na most hajlamosak vagyunk, és ez azt hiszem, hogy a 21-es korszakra is jellemző volt, 29-es korszakra nagyon jellemző, hát nem tudom a Gripen korszak mit fog hozni, hogy egy egész tortát kell megvenni ahhoz, hogy egy rendszer jól tudjon működni. Annak minden egyes eleme. Tehát egy koncepció, egy stratégiai koncepció egy repülőgéppel kapcsolatban, annak minden elemnek megvan a fontos része, tehát hogyha egy-egy szeletet veszünk meg az egészből, az nem fogja azt a dolgot eredményezni, amire általában az egész komplexum rendeltetett volna, amire terveztetett. Ez csak a maszek véleménye. És nem is akarom tovább szaporítani a szót. A film, tehát először lesz lejátszva, és a kezelő úrral már előbb váltottam szót, hogy úgy hangerőileg, tehát olyan módon kell, mert effektusok vannak benne, zenék vannak, hogy a hátsó sor is hallja és tudja élvezni. Lehet, hogy valakinek hangosabb lesz esetleg egy picikét. Hát ezt az egy órát próbáljuk ki. Egy órás a film. Természetesen tartozéka, akiknek köszönetet kell mondani, és vannak neves dolgok, akik szerepelnek benne úgy olyan támogatóknak a nevei, akik segítséget nyújtottak, és van, akik konkrét anyagi segítséget is nyújtanak, mert az igazság, hogy manapság a talponmaradásnak egyik lényege az, hogy az ember meg tudjon jelenni, olyan módon föl tudjon öltözni a pilóta ruháján kívül, egy póló, egy jelvény, egy poszter, ti jó magatok srácok tudjátok, szóval ezt nem úgy dobálják az ember után. Amíg a nyugati országokban egy vadász repülő századot szponzorálnak és a kegyeiért harcolnak a különböző sörgyárak, hadd ne mondjak milyen cégeket, hogy hadd támogathassák őket, és ők kiválasztják, hát most mondjuk engem a Dreher, most csak akármi jutott eszembe, addig nekünk a pénzt a saját magunknak kell előállítani, és én, mint századparancsnok és mellette egyesületi elnök, mert van egy Puma Egyesület, egy közhasznú társaság,
amin révén mi pénzhez tudunk jutni, és ezeket a dolgainkat ezen keresztül üzemeltetjük. Tehát minden kis részletre próbáltunk kitérni. Összesen 10 órás a fölvételünk, ami alapján 1 órát tudtunk összeszedni. Ez nagyon nehéz, mert olyan sok mindent bele kellene venni. És elsősorban civileknek szól, senkinek sértődjön meg, nem katona embereknek, mert amikor is egy részletet levetítettem még a előkészületek folyamán a kollégáimnak, hú, figyelj már, hát én más zenét tennék, meg ezt tennék. Ó, mondom, akkor ebből elég. Tehát ahány ember természetesen annyi elgondolás, de hát ez nem így működik ez a dolog. Tehát próbáltuk az 1 órába belesűríteni a legbelesűríthetőbbet. A kiváló barátom Punka György, többek számára ismert, repülőtörténész, a felesége elmúlt 2 hétben hunyt el neki, sajnos most nehéz helyzetben van, és őt kértem meg a forgatókönyv írására, és reméljük, hogy megfelelő élményt fog nyújtani. És tehát ez olyan, hogy erről senki nem tud, és majd megpróbálom titokban tartani, hogy itt le sem vetítődött ez a rész. Na mondjuk ez kicsikét mellébeszélés volt, mert a imázsát egy filmnek különböző fórumokon most már el kell kezdeni terjeszteni. A kérdésekkel kapcsolatban már valaki fordult hozzám, én is azt javasoltam, hogy a legvégére, úgy, ahogy itt a levezető elnök úr mondta, majd akkor állok én is rendelkezésre. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Egy mondatot mondhatok, elnézést kérek, nem akarom nyújtani az időt. Annyit azért hozzátennék az elhangzottakhoz, hogy a MiG-29-es aerodinamikailag ma a világ egyik legtökéletesebb repülőgépe. Más a helyzet viszont az elektronikával. És a különbség tulajdonképpen ebben van, a mai korszerű repülőgépek és a MiG-29-es vonatkozásában. Én azt hiszem, hogy azokat a manővereket, amelyeket a mi kiváló pilótáink MiG-29-essel végrehajtanak, semmilyen géppel nem tudják. Mert a számítógépek kiveszik a kezükből, nem engedik ugyanazt végrehajtani. Itt el lehet menni a határig, mert annak idején a szovjet pilóták is, és ma az oroszok is még azt kérik, hogy ő tevékenységükben a számítógép ne avatkozzon bele. Ha csak egy mód van rá, hadd csinálják ők. Nos, ez nem megy sokáig nyilván, de még a 29-esnél ez a helyzet. Elnézést, hogy közben. Elveszített első világháború után erőtlenül próbálkozva ugyan, de újra a levegőbe emelkedtek a magyar harcirepülőgépek. Mindezt egy olyan országban, amelynek 2/3 más nemzetekhez csatolták, ahol a nemzeti... Ezek után azt szeretném kérdezni, hogy lehet itt megszólalni? Ha mégis megszólalni szeretne valaki, nem zárjuk ki a lehetőségét ígéretünkhez megfelelően, hogy kérdezzenek, de meg kell mondanom, hogy én nehezen találnék szavakat, hogy egyáltalán ezt a produkciót megköszönjük. Különösképpen, ami az elejét illeti, torokszorongató volt a hadastyánokat ismét látni, de azt a szellemiséget, amilyen módon a filmből átvilágít az, hogy milyen módon vették át a puma szellemet a mostaniak, ez az, amire nem találok szavakat, de majd megpróbálom a zárszóba elmondani. Csak most arra kérem önöket, hogy ha mégis van kérdés, akkor ezt a lehetőséget adjuk meg kedves megjelenteknek. Hát, ha még van annyi türelmük az előadóknak, hogy válaszolnak is rá. Parancsolj! Egy dolgot szeretnék megkérdezni. Tudom, hogy már kevés az idő, meg mindenki szeretne hazamenni. Egy fontos dolog. Amikor a múltkor itt beszélgettünk, én fölvettem egy kérdést, és azt mondták rá az elődők, vagy a fiatalok, hogy hát ők ezt nem várták, ezt a kérdést. Én most ezt tovább szeretném fokozni, ezt a kérdést, és az Erdőtől szeretném megkérdezni, hogy ugye a múltkor azt kérdeztem meg, hogy miért jobbak a magyarok,
hozzátenni, mert akkor ugye valamilyen választ kapunk arra, hogy ugye ez nem elektronikus, ez nem elektronikus gép. Én most először megkérdezem azt, hogy nem csak magyar pilóták vezetik ezt a gépet. Mások is oroszok, akik sokkal többet repülnek ezzel. Vagy sorolhatnám csehek, szlovákok, lengyelek, gyerekek. Milyenek ezek? Én azt hiszem, hogy... Na jó, ebben nem legyen velük. Köszönöm szépen. Hát most válaszolja szerényen, hogy erősebbek, okosabbak vagyunk? Szerényebbek. És lehet, hogy több hangsúlyt fektetünk, ha jól értem, hogy arra vonatkozik, hogy a felfordi győztes kupát, ugye? Igen, tehát oda irányít a kérdés. Tehát több hangsúlyt fektettünk arra, hogy egy felfordra, ahogy megmérhetetik a világ nagy tendergépei, meg a sora, és mi tulajdonképpen ez egy a 29-es dizájnja, és az, hogy a felkészülés, amit a Vári Gyula elindított, ez ugye tovább testálódott, hiszen a többi a szabózorig is. Nagyon sok gyakorlás van mögötte, nagyon sok gerinc presszió, hiszen a tábornokok ugye mit jelent a sok géhúzástól, de szörnyű alatt megvállalva ezt, vagy vállalja valaki, vagy nem. És természetesen egy olyan gépus van még mögötte, a magyar gépus, amit én a hunok lovasegyen is nyilai jelentettek, valahol a mai nap is a vélemény szerintem. Hát a gényeinkben van valahol elrejtve. Ennyi a válasz. Köszönöm. Tessék, parancsolj! Hát én nem kérdést mindennek az előadókhoz, hanem meg akarom őket nyugtatni, meg itt, hogy mindenkül legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk. Nekem van egy unokatestvérem. Sajnos ez az időpont egy kicsit elcsúszott. Tegnap előtt ment haza az Egyesült Államokba él, fiatal ember, és F-15 Strike Eagle-el repül. 2-3-szor megfordult már itt a száron, ugyanis a ide szólította a kötelesség, és mesélte nekem András, hogy várták a tolmás érkezését, de késett az illető, és akkor az aledredes úgy pedig idegesen morgogott, hát hogy itt vannak, várakoznak, és a tolmás sehol, és hogy egyáltalán ezt a nyelvet beszéli valaki, és akkor ő kilépett, és mondta, hát persze, és akkor meglepődött a főnökség, hogy hát te fiam, hát hogy beszélsz a magyarul? Hát, olyan gyönyörűen csevegszik angol, és hát mondja, hogy itt született, nem messze, Móron, és akkor a szülei Tiszilárdot végül és Amerikában adták állni. És utána egyből, hogy hát a magyarok, igen, akkor magyar légierő az szóval odakint is az híre van. És én azt kívánom a jelenlegi Puma századnak és a Zongor századnak és az egész Kecskeméti állománynak, hogy folytassák ezt a szép hagyományt. És az idősek, akik itt vannak közöttünk, azoknak meg tényleg köszönet és hála, hogy tették erejükön felül ők is azt, amit megkaptak. Nem azt nézték, hogy mennyi ellenséggel kell szembeszállni, hanem tették vitézül a dolgukat, ugyanúgy emberséggel összefognak és összefogtak egykor is, és ez legyen példa a magyarságért, hogy össze kell fogni nem csak a jóban, hanem a rossz időben is összefogtak a Pumák. És érjen meg a jelenlegi Puma század, hogy olyan csúnya blamás, mint amit műzeltek körünk, én pápán dolgoztam. Az egy nekem mondjuk nem sok volt, mert mindösszesen másfél évet töltöttem én ebben a közegbe, de tényleg egy nagy család voltunk, és sajnos ugye meghoztak Fényföld olyan döntést, hogy meg kellett szűnjünk, és reméljük, hogy Kecskeméttől ez nem következik be, most Szentkirály szabadját is ugye átvitték Szolnokra, őket is úgymond így nyírválják, de azért ne lebegjen az emberek szem előtt, hanem próbáljunk meg összefogni és támogatni az idősebbeket, a fiatalokat, és maradjunk mindenki szeretnén, ezt kívánok. És mindenki erőbe egészséget tegye a dolgokat. Köszönjük szépen! Francsony! Hallod itt a filmnek a végén ezt az indulót, ez az eredeti királyi légierőnek indulója is volt a Puma századnak, amit... Nem. Ez már a szocialista? Az új légierőben... Ez az induló. A második világban. Volt is a hordidőben. A hordidőben volt, mondjuk a vége nem úgy fejeződött, mint az volt, száll egy magyar gép, az a vége úgy ment, hogy harci gép. De különben, kicsi módosítás. A dallama szövege ugyanaz. Mondom, ez az egy szó. Az egy szó különbözik. Azért lett az egy szó, mert változtatva csattamosabb, mint a harci a magyar gép. Igen, jó. Változtatás jól a fönt van. Ez vége. Igen.
egy még, hát itt a Puma szó, hát fölkapott, hát a reklámügyben, hát manapság föl kéne használni a lehetőséget. Puma előbb volt, mint a németországi Pumának a védjegye, kicsit kombinálni, hát az milliárdokat keres a nagy cég, hát a Puma bizonyos, Puma százal átvenne bizonyos reklámokat, óriási pénzt lehetne szerezni. Na hát ez csak úgy mellé. Most nem utolsóra, én vagyok a átérő gyereknek a dolgoknak, akik tenni kell is kopogtatni millió egy ajtón, ahova vagy beengednek, vagy pedig nem. Ahogy a film végén látni lehet, beengednek egy pár ajtón, és azoknak a segítségét élvezhetjük. A Pumát több soron megkerestük, sajnos affinitást nem jutottak egy jelenben. Hogy miért nem egy marketinges barátomnak, aki ismeri általában nagy cégeket, azt volt segedelmemre, nagyon sok mindent megpróbáltunk itt bemenni, ott bemenni. Egyszerűen a jelenlegi vezetés lehetetlen ilyen szempontból, bocsánat, lehetetlen ezt. Tehát én is úgy gondolom, ahogy éppen ön mondja ezt, hogy valahol ugye asszociálni kellene. Sőt, elmennék odáig, hogy a mostani Puma jelvény, ez a ordító, a vigyorgó Puma fej, nagyon-nagyon kísértetiesen hasonlít a Ford Cougar, a jelvényére, amely Amerikában forgalmazott, utána nem annyira. Egyet-egyben így néz ki, és én próbáltam Ford céget utána nyesni, hogy nem-e onnan lett valamikor a jelvényet, stb. De annyira kísérletesen. Tehát sok mindent megpróbáltunk, tehát rajta nem volt. Köszönöm szépen. Hamar szóval a dalokról, mert énekek ő, nem igen hallom mostanában a táborban keménykövön, fára fejem, pirem. Ismerik ezt a dalot? Egy pár ismerjük, de nem sokat sajnos. Igen. Igen. Újra életre kellene ez a dalajban. Divatba hozzuk, Laci bátyám, divatba hozzuk újra. Hát, megtanítjuk a fiatalokat is rá. Mi a veteránok, bár eljön, tudjuk egy páran, nagyon kell kapcsolatban. Igen. Majd mondjam el. Olyan szövege van. Hogy mondjam el ezzel kapcsolatban, hogy a táborban keménykövön várok fejem című dal, első világháborús, K.U.K., tehát még az osztrák-magyar monarchia légjáró csapatainak volt az első dala. Igen, szép. És ez német, azért Anne-Marie van benne például, mert igen, az osztrák szöveg volt eredetileg, de egy nagyon szép, és szívemről szóltál, megmondom őszintén, mert nekem ez a kedvenc repülőtől. Nekem is tudok, mit tudom. Na hát akkor egy úrom pendül meg. Tessék, parancsa! Embertével beszélünk, mert van egy makettező klubunk, ugye a makett téma is a régéről azért egy kicsit összefügg, és ott is vannak fiatalok, akik nagyon szeretik ezt a témát, nagyon nagy menni például a Messerschmitt vadászgép, mindig azon vitatkozunk, hogy ki hogyan csinálta meg az akkori gépet, és hogy nem tudom, hogy az idősebbek esetleg, hogy egyszer, hogyha megtisztelnének bennünket, hogyha elhívhatnánk őket, hogy szívesen elejönnének egy ilyen szakmai foglalkozásra, akár beszélhetnének, mesélhetnének nekünk, de a jelenlegi Puma ezredet is szívesen látnánk, vagy századot, bocsánat, igen, nem mindegy, hogy lehetne erre lehetőséget valahogy valami kapcsolat formájában esetleg, vagy egy látogatás, mert kirándulni szokott menni a kis csipet csapat, hogy megbeszélnének. És akkor lehet, hogy ugye a kettőző Puma is járnak felnőttek, fiatalok is, hát ha tudnánk operálni. Még valami? Csak a végét vártam, hogy van még. És az elejére visszatérve, a filmnek a legvégén volt egy Puma, a DVD Puma SQR, az SQR-as rendítése. Ez a, azt hiszem, hogy Máté Jó, vagy a Jövőhintő, tehát a vagy a Jövőhintő kezdeni jönni, a Koncsik Istvánval, a Jetfly-nak a szerkesztőjéről beszélek. Ők segítenek nagyon sokan bennünket. És eddig a Puma mi29.hu élt, az egy sajnos egy nem kezelt blog sajnos, meg vannak a hátintő, hogy miértem, és pontosan az oldal előtt ülő srácok a virtuálisokkal beszéltünk erről a dologról, nem a segítségre tudnának tudni. Nem tudom, Koncsik Csaba vele beszélt, jól tudom? Igen. Tehát fúzióval jövünk velük, azt mondja, hogy mivel megfog a mi29-ről van szó, ennek egyszer vége lesz. Jön egy már ugye említést tettünk volna végben, tehát valószínűleg azt fogja örökölni, ezért nem olyan hordozó kell, ami változhat, hanem ami eddig volt, és ami nem fog változni, az, hogy a háború alatt, hogy a Puma szállás volt, ami hordozó
civikai srácoknak, és annak a, hogy mondjam, tehát ezt a két dolgot fogjuk most jövőben összehozni, és egyszerűen, hogy ti fogjátok majd a kulcsot is megkapni hozzá, Csaba, nem tudom a részleteket. Tehát a lényeg az, hogy most például, hogyha névjegykártyát adok valakinek, 29 van még rajta, de ezt most át kell majd nyomtatnak, és Puma SQL lesz is. Úgyhogy információ kölcsönösen futnak ezen is, a Puma szálláson is, úgyhogy ez miután a premier meg lesz egyébként. Onnan a két hordozó úgy, hogy videókazettán, mint DVD-n, ott mindenféleképpen dolog lesz. Amúgy pedig, hát bele kell mutatni egy információba. Nem tudom, a májusi premierünk, hogy mit fog hozni a médiában, hogy meghívjuk rá, akiket lehetséges, és erre a filmást mutat. És azért nagyon sokat fog segíteni, mert a Jetfly, a Varancsastól kezdve a tévét, említettem csak a Budafoki regionális televíziót, a lokál filmmel kapcsolatban volt egy riportunk, tehát valahol a terjesztelés már megvan, és az információkban figyelni kell, de egyébként, tehát ahol Puma mindig van, kívül van a sportszer, járványúval keresünk, második mindenki megtalálható. A utolsó kérdés, második kérdésre pedig az, hogy bármikor elmegyünk, csak időben kell szólni. Természetesen. A sutyókkal én úgy hívom őket egyébként. Azt pedig őtől kell megkérdezni, mikor érnek el. De hogyha együtt megyünk, akkor legjobb szerint. Igen. Mindig rá. Kivéve, mikor nem. Köszönöm szépen. Úgy vélem, hogy nincsen senkinek további kérdése. Kedves hallgatóim, zárszó következne. Mit tehet egy sarokba szorított műsorvezető, mint kapaszkodik abba, amibe lehet. Én belekapaszkodtam valamibe, és ha alkalmas volt ennek a filmnek különösképpen az eleje, hogy teremtsen olyan légkört, ahol azonos hullámon dobogott a szívünk, akkor én ezt egy kicsit megfejelném, és szeretnék önöknek valamit prezentálni. Ezt azzal, hogy egyidejűleg benne van a köszönetem az előadók felé, benne van a köszönetem a technikát kezelő személyzet, és valamennyi kedves hallgatónk felé, hogy egyáltalán együtt lehettünk. Egy olyan költőnek a versével szeretném befejezni rendhagyó módon, zárszóként ezt a mai estét, akit Erdélyből üldözött el a sors, és ezt a verset már Bajor Erdőn emigrációba írta 1948-ban. Üzenet haza. Vas Albert verse. Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó. És törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen ború örökkévaló. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem a földnek, csak teremjen, ha sáskarágja is le a vetést, ha vakon túrja is a gyökeret. A világ fölött őrködik a rend, s nem vész magja a nemes gabonának, de híre sem lesz egykor a csalánnak, az idő lemarja a gyomokat. A víz szalad, a kő marad, a kő marad. Üzenem az erdőnek. Ne féljen, ha csattog is a baltások hada, mert erősebb a baltánál a fa, s a vérző csongból virradó tavaszra új erdő sarja győzedelmesen. S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda a gyilkos vasat rég felfalta már, s a sújtókéz is szent jóvátétellel hasznos anyaggá vált a föld alatt. A víz szalad, a kő marad, a kő marad.
üzenem a háznak, mely fölnevelt. Ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedékek őrváltásain jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, s az erkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Jön ezer új kőmíves kelemen, ki nem hamuval és nem embervérrel köti meg a békesség falát, de szentelt vízzel és búzakenyérrel, és épít régi kőből új hazát. Üzenem a háznak, mely fölnevelt. A fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újraépíti a falakat. A víz szalad, de a kő marad, a kő marad. És üzenem a volt barátaimnak, kik megtagadják ma a nevemet. Ha fordul egyet újra a kerék, én akkor is a barátjuk lesek, és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk, és leszünk egy cél, egy akarat. A víz szalad, de a kő marad, a kő marad. És üzenem mindenkinek. Testvérnek, rokonnak, idegennek, gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, annak, akit a fájás űzés, annak, kinek kezéhez vércseppek tapadnak, vigyázzatok és imádkozzatok! Valahol fönt a magos ég alatt mozdulnak már a csillagok, s a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad. Maradnak az igazak és jók, a tiszták és békességesek, erdők, hegyek, tavak és emberek. Jól gondolja meg, ki mit cselekszik. Likasztják már az égben fönt a rostát, s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia, megméretik az embernek fia, s ki mint vetett azonképpen arat. Mert elfut a víz, és csak a kő marad, de a kő marad. Úgy érzem, méltó módon benne volt a köszönetem előadóknak és tisztelt jelenlévőknek egyaránt. Ami még ezután következik, hallgassuk meg együtt a szózatot, és miután külön nem tértem ki erre, az a kérésem, hogy a szózat csodálatos dallamjai alatt gondoljunk a világ összes légben járójára, aki valamikor is repülőhalált halt, és gondoljunk egyidejűleg Mihna Gyuri barátom gyászára, aki most itt nem lehet velünk együtt jelen. Nagy köszönetem mindenkinek, aki ma itt részt vett. Úgy vélem, hogy maradandó emlékkel távozik innen mindenki ma este. Köszönöm szépen. Thank you.
kérdeznék, egyetlen művész úr tőlem kérdezni, hogy ez a piros pöttyös sár, ez mit jelent? Én szót akartam kifolyóan a filmbeli kollégának, mert meséltem, szándékodó volt, csak valahogy kimaradt a repertoárból, mert tudhatom, de én nem írtam magamnak, hogy tehát nehogy félreértésesség, nem a nagyfejlődő rondája, a pöcsés nyaksáról van szó. Ilyen pöttyösságot használtak le, és közben a Tomás pilótánk világhangra volt, és a nyitott kabintető nagyon sokszor már lezőnök a szerződés, mert a motor, tehát a lépcsőval, a kipróbálsz és olajat az arcukba vágta át. És ez ilyen nyaksáról kértek, és ezzel felületi volt. Ez az egyenlegség, és ez mostanában tradicionális, ezt talán kell, hogy a szlogen, az előbb a helyiséget. Ez az utóbbi viszont.